Azzal kéne kezdeni, hogy halló, halló, halló. De most mindenki egy helyen van. Halló, ott vagytok? Ott vagytok? Várjál, Kriszti, jaj, hallod? Így scrollos, és így mennek az ablakok így. Persze, mert 88 ablakban futtat természetesen mindenféle. Ez mind tab? Mind tab. Jó, hát egy olyan 40 tabot számolok. De csak azért, mert ablak bezáródott valamikor a napokban. De most nem kell attól félni, hogy laggolni fog. Most nem. Úgyhogy most bőven, és akkor mindenkinél van net, csak nálam nincs, mert nekem még gépem sincs. Nem tudom. De te otthon vagy. Otthon. Vagyis, hogy nem otthon, hanem a kedves feleségem odaadta nekünk az irodáját, hogy itt podcasteljünk. Mert én most jöttem haza, ebbe a szent órába, ti meg kinültetek a kocsiba. Két órát. Hát, az már a te problémád, én fifika. A fifikának valami baj van a telefonjával. Nem tudom, téged hívott-e? Teszteltük, nem volt vele baj, a mikrofonnal nincs meg. A headsettel van. Hát akkor miért nem húztad ki? Na mindegy. Ez egy mert előttem egy motoros rendőr vágtázott az autópályán. És tudod, kihúzod és kihangosítod. Ezt nem most frissíts. Olyan baj, mondjuk nem kell félni a sávszélességtől most. Nem frissíteni akartam, egyszerűen be akartam írni a hozzáférést. iCloud-ot. Jó van. Mire odáig jutunk, hogy elkezdjük, én teljesen elfáradtam. Szellemi kapacitásaid akkor végesek. Ne, ilyen nagy szavakat ne használj, Charlie. Tehát ez a ne beszélj spanyolul, hát miért? Ha nem tudsz. Mi történt veletek? Fú, mindig amikor ideírik ehhez a részhez... Elfelejtett. És egész héten ezt rakom az agyamban. Ez is volt, az is. Ah, padlóztam otthon. Az a... Lepadlóztam. Klikkes padló. Annyira fura, hogy szembe lehet veletek nézni, miközben szólsz a másikhoz. Ez teljesen szokatlan. Tudjátok miért jó, mert mikor sietni kell, csak így mutatok, meg így egy és mi van. Akkor se fogjuk ezt. De akkor, mikor ezt halljátok, kedves hallgatók, hogy akkor valaki pofont kapott, és lehet tippelni játékban. Zseniál volt egyébként. Kezdem akkor a sort én, mert elmentünk az adás után, csapattunk egyet olaszba, gyenge táv volt egy seggel kimenni, és már ott kezdődtek a galibák, mikor egy nagyon szép, képzeljétek el, hogy jobbra olívaültetvény, balra a szőlő, veszi körbe egyébként ezt az apartmant, mikor odaérek, az öreg fószer olaszul kezd el beszélni, majd mikor angolul beszélek, akkor valamit mond, eltűnik, és majd a felesége jön. Jött a felesége, aki nemhogy nem beszélt többet angolul, hanem angolul sem beszélt, és neki meggyőződése volt, tudjátok, mint itthon a kalauz, aki egy holland turistával találkozik, hogy beszél hozzá a turista hollandul, és ő lassan és tagoltan beszél magyarul, hogy majd megérti. És de így mutattam neki, hogy Nem értem. Elmondtam még egyszer, és annyit mondtam rá, hogy si. És frankon elhitte, hogy én... Na, nem volt meg a foglalásunk. Azt nevem, nézi. Hát, nincs. Aztán egy olyan negyed óra, akkor oké, fölmentünk. Egy olyan szoba, képzelj el, hogy ekkora ablakot. De jó, most nem kell itt magyarázgatni. Egy ilyen 30x30-as körablak. Egy... hogy mit tudom, ilyen 35 négyzetméteres szobában. Hát mondom, nem ilyen lovat akartam, lecsattogunk. Jó, ad egy másikat. Adott egy másikat, azon már volt három ablak, meg tetőtéri ablak, az jó volt. És elpusztítottam egy állatot. Mit? Bementem a zuhanyzóba, és mikor a második emeleten a zuhanyzóban meglátsz egy élő gyíkot. Az így... De te félsz a gyíktól? Én nem félek, a feleségem fél. Tehát tök aranyos állat a gyík. Jó, nem addig, amíg nem a szobádban van, addig az valóban aranyos. A szomszédom sírva hívott föl, érted, hogy a kanapé tetejére fölült egy ekkora gyík. Úristen. Az ekkorát azt nem hallják. 10 centis gyík.
Na, úgyhogy ez volt, aztán körbe csapattuk a Gardatavat, zseniál volt. A Vidámpark az engem úgy megszopatott. Tehát jó, hogy kicsengettünk kettőnknek valami 85 euró. Ez így parkolóban minden. 85 euró. Nem baj, gyerekek, az élmény majd ad neki. És mikor a harmadik olyan látványossághoz megyek, hogy ki, nem olyan, mint mondjuk Amerikában, vagy nálunk, hogy ki van írva minimum 120 centi, hanem minimum 120, maximum 190. Hát mondom, bazd meg. És a film neked sokat mond, Oblivion. Tehát ilyen nagy nevű filmekről olyanok, hogy beszarsz olyan hullámvasutak, és meglátom, 195, ó, ez már majdnem jó, kicsit majd összepréselem magam. És ez megint az az ülés volt, kicsit összepréselem magam, hogy a valami olasz vadászrepülőről lett elnevezve ez a hullámvasút, és mikor így beszíjaznak, így fölülről össze, nem kapsz levegőt, még egyet szorít rajta, a tököd előtt bekapcsolja, és így jó lesz. A belső szerve így azt mondják, hogy köszi. És az volt olyan, hogy a tetején, mikor így tudod, így fejjel lefele elindulna, de a fejjel lefele előtti egy méter még így megáll, egy picit még így lök, és utána hirtelen elindul. Ott én is majdnem beszartam. Nem ott, az egészen. Ott mellettem a feleségem, mellettem a Nóri úgy sikított, hogy egy pillanatra abba hagytam az élvezetét az egész komplexitásnak tekintve, és így azt figyeltem, hogy most ő tényleg meg akar halni. Nagyon, tehát ilyen sikolyt még nem hallottam tőle. Kiszálltunk, már amikor lelassított, mondta, hogy nagyon jó volt, menjünk még egyet. Hát, végül is mehetünk, de... Várj, először leoldom a tüdőm körülről, ez, a vastag belején. Hát ez nagyon durva volt ez. És mondom, 3-4 olyan nagy látványos attrakció volt, ahol nem tudtam fölmenni, mert nem. Tehát úgy drága volt. Úgyhogy ennyi. Utána meg átcsapattunk Szlovéniába, és pont ma voltunk egy gyönyörű, mi az? Cseppkőbarlangot. De olyan, hogy a föld alatt 4 kilométert vonatoztunk kis vasúttal. Adtak ilyen kis nyakbalkasztós kütyüt. Milyen nyelven kéred az idegenvezetést? Magyar. Így odaadta, leolvasott, beprogramozta, hogy magyar nyelv, és akkor ott voltak a táblák, hogy egyes. Megnyomtad az egyest, és hallgattad, hogy mi ez. És tényleg... Ez Stonehenge volt, ugye? Igen. És mondták, hogy aki volt Magyarországon a Pálvölgyibe, vagy melyik a másik aktelki csöpkőben, tehát hogy azt hiszi, hogy szép, aztán elmegy ide, és fú, de tényleg annyira kurva jól nézett ki. És ilyen gagyi a technika, hogy nyomkodnod kell a gombot a helyet, hogy valami RFID-val levenni, hogy... Na látod? És a sok japán, azt tudod, az így hemzsegett körülötted, meg ők mindenféle. Ja, volt egy olyan gekko, vagy én nem tudom mi, Fifika, ide Apple ID e-mail címke, hogy melyik a kukackom, igen, hogy Shift 2 Alt Q, hogy tehát van egy állat ott, ami nem termel pigmentet, érzik, tehát a fényen az meghal, elcsökevényesedett a szeme, nincsenek igazából lábai, olyan, mint egy gekkó, de fehér, mert ugye semmilyen nincsen, csak úgy van, a semmibe él. Tehát olyan, mint tetszőleges versenyszerű e-sportoló. igen. És egy dolgot mondtak, és ezt a japánoknak is mondták, hogy ez az állat egyre allergiás. Ki volt írva, hogy no flash, és psst, ez a kettő. Te meg azt hitted, hogy nem szabad beszívni. Igen, és körbe volt egy nagy akvárium, és abba volt, mondta a csaj, hogy körbe lehet menni, és akkor ott lehet nézegetni. Oda megy a kínai, nem látok semmit, várjál, telefonomon van vaku, irányom, a csaj meg, no flash, és csak az állatok, hogy azok az állatok így elkezdenek mozogni. Ó, mondom, édes Istenem, tényleg ennyire hülye vagy? Mert ugye mondták, hogy a cseppkövet sem, azt nem tudom, tudod-e, hogy miért nem lehet a cseppkövet fotózni vakuval. Mert hogy el kell dolgásodni a víz. Aha. És hogy az is olyan folyamatokat indít be. Szóval, ja, és azt mondja az állatra, hogy egyébként pár hónapig el van a szárazföldön is, tehát hogyha kijön a vízből, vagy hogyha nincs víz a barlangban, karsztvíz, és egyébként, hogyha nem jut táplálékhoz, körülbelül 10 évig itt táplálék nélkül el van. És egyébként
emberi mértékben lehet az életkorát, tehát ilyen 100 évig simán. Korrekt. Metabolizmus. Lehet, hogy azt hitték a kis kínaiak, amikor mondják, hogy no flash, hogy nem nagy flash az. Tehát kicsi kínai, de egyébként japánok voltak, de akkor kicsi kínai flash. Ja, úgyhogy ez volt, és akkor utána ott még gyorsan, na mondom, megtervezem a Navit hazáig, mert valami oknál fogva még az első nap mondta a feleségem, hogy várjál, valamit megnézek a térképen, mi a cím, és elindította a Google Map-et, és így belezoomolt. Abban a pillanatban jött az SMS, elhasználta adott forgalmi egyenlegét. Oh, hello! Úgyhogy utána vettem még egyet, aztán neki vettem még 3 napra, aztán hazafele, ott mondom, hogy tök fasz a wifi van fönt ennél az objektumnál, meg az a vár, amit kiraktam tegnap, ugye ez egy ilyen komplexum volt. Na itt akkor megtervezem, lementem a kocsig, elindítom a Navit, semmit nem látok. Ó, bázzak, és akkor úgy föl, azt mondja Nóri, menjünk föl, sétáljunk, és de hogy sétálok vissza, vegyünk akkor megint egy adatcsomagot, és akkor azzal karistoltunk hazáig. Úgyhogy ennyi volt nekem a hetem, és tényleg annyi volt egyébként, annyi csalás volt a dologban, hogy ide előtte följöttünk, és kedves feleségem bekészítette nektek a ropit, a vizet a hűtőbe, klímát elindított, aki szellőztetett, tehát ez az 5 perc volt benne a Q-ban. Ez volt az 5 perc, ami után még fél óra volt, mire megjelentetek. De nála ez így működik, 5 perce följön, és akkor ő nem lehet azt, hogy izé kosz van, meg mocsok van. Meg ja, jó, ezt nem tudtuk. Köszönjük szépen a velőkészületeket. Na és veletek? Még nem voltam? Forgott tovább a föld? Vagy meg? Megállt? Az egész élet megállni látszott. Az egész élet, igen. Hallod, ahogy elhagytam az országot, így belos. Nem, tehát itt... Madarak lehullottak. Pénteken bevásároltam parkettát. És... szombaton leraktuk, és tudod, én már előttetek földobta. Nem, én görcsöltem, mondom, tuti, mert az asszonynak ez a hobbija, festés. Tehát olyan nálunk nincs, olyan év nincs, hogy ne kelljen valamit festeni. És akkor tudod, leraktuk a parkettát, látod, csak nem jó ez a szoba, csak ott is lejött a fest, csak festeni kéne. A friss parkettát leraktuk. Friss parkettát. Mert azon csúszik igazán jól másnap, a festőnek a létrája. Másnap reggel go, obi, van Kenobi. Vettünk 5 liter festéket. Én csak egyfajta festéket használok, amióta tudom, hogy az egy rétegbe bármit, bármikor. Zomác festék. És kérlek szépen, a világ legnagyobb találmányát vettem meg. Wagner öntöltő Teddy henger. Jézus Mária, ezek a teleshoppos... Ne, ez Wagner, ez nem... Ja, Vág! Wagner! Nem hozzá ne szeretni! Hoztad a hegedűt? Nem. Mert akkor a Wagner... Ja, aha, Wagner is így húzhatod. Fő lehet színni a nyelvét. Jönnek a valkűrök. Ja, és akkor ahogy húzod a henger, tolod egy kicsit a nyelvét. Hát ilyen pisztoly a nyele, és akkor mindig lehet vele egy kis üzlet, és akkor... És akkor oda volt írva, hogy 19 perc, nem tudom én hány négyzetméter. Ám a anyátok picsája, érted? Az meg 3-4 óra alatt a full szobát, érted? Minden erőködés nélkül. Kész. Ennyi. Nem egyszerűbb ilyenkor betenni a szobamértani közepére a festékes bödönt, és szétszobantani? Lufi és belelőni. Egyszerűbb lenne, Krisztián, ha mennyezet nem fehér lenne. Aha. Minden egyszínű lenne. Miért? Úgy van, hogy a fal más színű, mint a mennyezet? Igen. Hú, az jó, hogy nehezített pálya, az úgy kemény. Na, ja, és meg izé is van. Maszkolószal, meg anyám pitt. De ja, körbe izé van. Bordűr van. Na és hát ez vályogháza miénk, tehát ezt kézzel tapasztották annak idején oda a sarat a falra. A rabic hálóra. Úgyhogy jött a izé, ott oda a parkett a szegély. És akkor így leraktam, azt volt olyan hely, ahol ilyen 3,5 centi hézag a fal, és a izé között. Sziló, az mindent. Várja, púrhab. Gavronizátor. Van olyan púrhab, nyugalom, ami nem tágul, érted? Tehát marha jó, fogod, behúzod, szépen ott marad, és akkor kitöltjük a hézagot, azt lefestjük.
Benyomtam a purrabot, tényleg nem tágult, érted? Kimentem innen egy pohár vizet, vissza. És csak pattanásra megvisz, hogy bímit lerúgja a szegőt. Visszamentem, érted? És mint a, tudod, amikor a megfagy a vízesése, hogy így kifelé jön, érted? Brutálisan nézett. Hát a snitzerre végigmész, az jó van. Hát oké, csak közben még ki is, tehát az ott, ki is ahol 3,5 centi volt, ott lett 5,5. Tehát. Alapos vagy. Zsír, akkor rohanás, tégla, létsz, nem tudom én miért, még képlékeny volt visszanyomogat. Ó, ez egy rémáló volt az. Kár volt fölkelni az. Á, nem, nem. Na mindegy, túl vagyunk rajta. Oké, zsoké. Ment, eladtam a laptopomat, vettem egy másikat. Ennyi. Ennyi történt. Hát azért tegyük hozzá, hogy most már Krisztián van kisebbségben. Milyen laptopod van? Fifika. Várjál, mit szoktam mondani? Kínai. Nem. Épül. Épp, tehát ezt nem bontjuk, ez épül. Ja. És veled mi történt? Már csak én vagyok ilyen ágról szakadt. Aztán még majd savazunk egyet a hegedünkben. Ne haragudj, nekem birodalmi podcast notebookon van, ezt azért nehéz überelni. Hát nem azt, hogy nehéz, lehetetlen. Ugye? Ugye? Én nem tudom, hogy velem mi történt. Én tényleg egyrészt ez a 2 óra üldögélés az autóban, bár jót beszélgetünk Fifikával, teljesen tükörsimára radírozta az agyamat. Azon gondolkozom, hogy... Csak azért, mert velem kellett beszélgetni. Nem, az teljesen jó volt. Egyáltalán nem volt kardba dőlős az élmény. Csak hát így ültünk az autóba, nem volt hideg. Miért nem járattatok a klímát? Mert környezetbarátak vagyunk. Hát akkor ne nekem panaszkodjál. Megittuk az estére tervezett sörmennyiség felét. Várjál, pattintok is. Te azt ne pattintsd, az az én utolsó söröm. Hát így jártam. Azt te is kaptál volna belőle, hogyha megjöttök 6-ra. Szóval így, nekem ugye Kinga... Jógatáborban volt egészen vasárnapig, az életérzés. Úgyhogy én totálisan szalmaőző egy voltam, és nekem speciál, nem azért, mert kitetted a lábad az országból, de nekem abszolút megállt múlt héten az idő. Millió egy dolgot terveztem elintézni, és aztán Archer sorozat végignézés lett belőle, és hasonszörű hatékony dolgok. Komolyan mondom, hogy nem történt velem semmi. Na, emlékszel, mikor mondtam, hogy nem veszi fel a telefont, te meg mondtad, hogy jaj, biztos leadása van, Archer. Nem, akkor szundikáltam. Nem, akkor szundikál. Szundikál. A délutáni szundikálásába bele egészségedre. Valami. Kocintunk sörrel? Kocintunk sörrel. Kocintunk sörrel. Ha ez sör. Ezen kívül meg az történt velem, de erről majd úgyis fogunk több szót ejteni, hogy vasárnap gyorsan megírtam még az Amnesty International-ös dogshit, és tényleg ennyi történt velem. Semmi nem történt velem a héten jóforma. Valami volt még, de nem emlék, egész egyszerűen. Fogad? Csodálatos mosolyod van, Csári, nem tudom, mondtam. Nem azt mondom, hogy a fogam, hanem hogy a fogaddal történt-e valami, a hegedű órán történt-e valami. Elő lehet venni ezeket a paneleket. Semmi igazából. Megdicsért a hegedű tanárom, képzeljétek el, ilyet se szokott gyakran csinálni. Ez még történt velem pénteken. Most ugye majdnem egy hónapig nem lesz hegedű órám, mert nyaral a tanárom. De megdicsért, azt mondta, hogy kívülről már egészen úgy nézek ki, egész szépen úgy nézek ki, mintha valaki hegedül. Ha még két dolgot kijavítok, akkor már hangra se leszek annyira borzalmas, mint jelenleg, úgyhogy... Remélem ezek a halk kuncogások hallatszani fognak majd az adásban. Valószínű. Jaj. De ennyi, berekeztem a hetem történetét, mert tényleg már ennél többet nem tudok előásni, és nem történt. Az lett volna jó marker, hogyha vége van a mi történt veletek blokknak, és akkor pattintjuk a sört, hogy éles adás. Egy picit arrébb húzódom, hogy lássam a monitorodat, mert én a show notes-ot nem láttam, csak életérzésem, de ez egyfolytában beleköhög, és most külön se tudom vágni a sávot. Igen. És akkor majd beszélünk kicsit arról is, amit ma írtam nektek. Ja. Ma írtam nektek kö. Milliárd Messengeren, igen. Mert ugyanis engem fölhívott vezetés közben a figura, akinek elküldtem az e-mailt, és... Na de azt majd a helyén.
Na mesélj, mi van? Hol kezdjük? Senki nem tett be ezen a héten semmit. Hát én megmondtam, hogy a héten off leszek. Kis színeseink vannak. Kettő. Meg ezek, nem tudom, hogy milyen sorrendbe kezdjük igazából. Két nagy győzelem történt a héten, úgyhogy talán kezdhetnénk ezekkel, hogy magasabb. Valami pozitív. Amelyik távolabb van, New Zealand. Új-Zéland, igen. A hobbiták meg... Hobbiták? Hobbiták és luditák. A hobbitok lenyomták a luditákat, és ugye a Billion Lives dokumentumfilm premierje után néhány nappal az új-zélandi tévében bejelentette az ottani kormány, hogy megfontolják a nikotinos e-cigikre vonatkozó tilalom feloldását, és alig telt el néhány hét, nem szarral gurítottak, most jött a hír Új-Zélandból, hogy valóban közzétették a módosító javaslatot, hogy legális lesz a nikotinos elektromos cigaretta löttyök és nikotinos patronok forgalmazása, és várják a pontos szabályozást. Legális, ezt akartam kérdezni, legális, és valahogy keretek közé szűkítve, mint ahogy nálunk megálmodták ezt a bizék, a Oscarék, vagy ki a faszom? Hát valami fajta szabályozást szeretnének, és még az asztalon van annak a lehetősége is, hogy a nyilvános helyeken betiltsák a használatát a dohányzáshoz hasonlatosan. Tehát nem teljesen fenékig tejfel az élet, viszont az elektromos cigaretta használók és az elektromos cigarettára átállni dohányosok számára hatalmas nagy előrelépés az, hogy már nem illegális a nikotinos utántöltők beszerzése, mert ugye eddig úgy volt, hogy forgalmazni abszolút tilos volt, kizárólag mentes leveseket lehetett, és maximum 120 ml-t lehetett külföldről berendelni saját használatra. Imígyen volt, úgyhogy így egy kicsit följebb lendülhetnek a dolgok. És hát ott náluk nem két napot hagynak, hanem nem emlékszem a pontos dátumra, de valami szeptember közepéig várják a javaslatokat a pontos szabályozáshoz, stb. És Marewa Glower, a maori származású doktornő, aki az ottani elcigis kampányolás vezetés, ugye kim volt Varsóba is adott elő, ő is közhírré doboltatta, tétette Twitteren az egész fordulatot. Na most hirtelen elfelejtettem a végére, hogy mit akartam ebből kihozni, hogy mit mondott ő. Majd eszembe jut. Teljesen leolvadt az agyam. Minek köszönhető, hogy... Ja, igen, köszönöm szépen. Erről beugrott Fifika, hogy ő úgy fémjelezte ezt az egészet, hogy az alapvetően... A lófaszt a tied. Ez üres. Neked hogy hívják, ott van Fifika, oda tettem a nullásot. Az nem nullás, ne így áll alkoholt. Erre gondolsz? Az, igen. Azt hittem, hogy annyira nem volt. Ott a nullásod. Kibontottátok az ennyi. Nem, ott a nullásod. Neked még van egy nullásod, nyugodj bele. Szóval ő úgy apostrofálta, hogy az alapvetően gyakorlatiasként ismert új-zélandi állam, gyakorlatias volt ismét, és a hülyeség helyett a tényekkel foglalkozott. És tényleg úgy tűnt, hogy Új-Zélandról azért lehetett tudni, hogy nagyon nagy böszmefasságokat általában nem csinálnak, és általában elsődleges szempontként kezelik a lakosság jólétét, és a többi, úgyhogy ezért is volt fura az új-zélandi hozzáállása az elektromos cigarettákhoz, illetve a nikotinos elektromos cigarettákhoz. Úgy tűnik basszus, hogy a Billion Lives fölnyitott néhány szemet ott a döntéshozók között. Úgyhogy igen. Ne legyenek kétségeink. Itthon az új-zélandiakkal nevessük össze magunkat. Itthon Struccországban? Hiszen majd azt fogják mondani, hogy de hát hiszen lehet. De figyelj, ez már kezd olyan lenni, mint régen volt. Tudod, ez a... Lesz egy térkép, egy ilyen világtérkép. Kapitalizmus. Szocializmus. Csak most megfordítjuk. Illetve nem fordítjuk, hanem átvarjáljuk. Szabad gőz. És az elnyomott országok. Igen, csak egy... És a csak nem lesznek annyira egybefüggőek a területek, mert a helyi őrültségek miatt ilyen tiritarka, mint a tehén. De alapvetően igen, nagyjából erről legyél van szó. Legyél már a kicsit autentikusabb, hogyha Új-Zéland, akkor tiritarka, mint a birkák. Mint a tarka birka. Tarka birkák. Egyébként az a szar egyébként tényleg ott Új-Zélandban, hogy Új-Zéland, tehát ott mi van? Fű, rengeteg birka.
Hobbitok. Hobbitok, igen. Tehát ott tényleg az van, hogy nagy szarba vagy, hogyha még rendelni se lehet. Mert mit csinálsz? Tengervízből fogod előállítani magadnak a nikotint, vagy mi? Hát meg igen, egy sziget ugye azért viszonylagos távolságban mindentől, tehát még a külföldről rendelés sem az, hogy rendel Szlovákiából is két nap múlva itt van. Lehet, hogy a fasztekes csomagot hamarabb odaér, nem? Az simán, az legalább nem megy annyi ideig, igen. Tehát nagy mennyiségű fasztekes rendelés szempontjából ideális hely Új-Zéland. Én ennek nagyon megörültem egyébként, mert ugye nálunk most már egy évtizedek folyamatosan napi renden van a menjünk vagy maradjunk kérdése, és Új-Zéland mindig egy ilyen vonzó hely volt ebből a szempontból, egészen addig, amíg meg nem tudtam, hogy milyen agybeteg módon bánnak az elektromos cigaretta kérdésével, és így, hogy lazulni látszódnak a dolgok Új-Zélandon, így ismét fölkerült a potenciális célországok palettájára, úgyhogy ha egyszer dobbantunk innen a nemzeti együttműködés rendszerének országából, akkor lehet, hogy akár Új-Zélandon is kiköthetünk. Nem rossz hely egyébként, majd... És hobbitok. Belinkelem neked, a barátomék voltak ott most egy hónapot, és nagyon zseniális képeket lőtt. Van rajta birka is. Nem olyan szépek, mint a tiéd, fifikat, de birkák. Na, hát épp mondtuk Krisztiánnal, hogy néztük itt a házak előtt a gazt, hogy nyugodtan elhozhattuk volna birkákat. De figyelj, nem tudom, hogy azt mondhatom-e, hogy a kocsit hátsó csomagtartójában a nagy sötétben találtam egy módot rajta egy K5-tel. Ezt csak úgy mondom, hogy ott van egy ilyen is. Van ott, ja, jó, minden. Értem. Van ott ukrán katona is, mert láttam, hogy még hálózsák is van, hogyha esetleg az útszélén kapna el téged a... Hú, hazafele már számoltam a izét, mikor írta ki, hogy mennyit tudok még megtenni. 140, 130, 120. Ha mondom, már csak jön egy benzinkút. Ja, úgyhogy érdekes dolog ez az Új-Zéland dolog. Csak hát ki kell találni, hogy az ember ott mit tud értelmeset csinálni. Mert az időeltolódás miatt viszonylag nehéz egyeztetni az itteni ügyfelekkel, hogyha azt gondolja az ember, hogy hát átmegyek oda, az internetes dolog, interneten keresztül mindent elintézek, de viszonylag nehéz az időeltolódás miatt. Én nem olyan mennyiségben szupportolok, tehát nekem nem létkérdés, hogy rendelkezésre álljak ott és helyben, úgyhogy én akár meg is tudnám csinálni igazániból, csak a szervereket kellene felszámolni és beköltöztetni valami virtuális jószágba, hogy ne kelljen mit karban tartani. Aztán ennyi. Hozhatod hozzám, ha oda kerül a sor? Szerintem már nálatok van egyébként, mert hogy megvette a GTS-t, úgyhogy... Ja, nem úgy gondoltam, nem megvette. Fuzionáltunk. Ja. Egész ja, más, ne vicceljél már. A GTS-nek voltak szervereitek? Nem, hát adó, egy... adomány! Ennyi. Járulék, hozzájárulás. Hogy kell itt shift-kontrolltam. GTS volt, de eredetileg még Interver volt, amikor még létezett az Interver. Az... Sőt, még a Telnet Magyarországnál is volt még GTS. Sőt, még a Magyar Postánál is. Igen, vannak olyan kollégáim, akik a Magyar Postánál kezdtek, és ez az első munkahelyük. Volt, és az utolsó is. Hogy lehet ez? Hát tudod, ez a Magyar Posta és jogutódja a... Ja. Ilyen és jogutódja, olyan és aztán jogutódja nem, a telefon. Ez nem azért van, ez azért van, mert a postások fiatalon vannak. Ha nem hordják ki a levelet, akkor itt igen, tudok ezt így. Minden fontosabb, mint a csomag meg a levél. Tehát a hagyományos postai szolgáltatások azok meg... Sorsjegyet adhatok? Igen, biztosítás megtakarítás. És ilyenkor tudod, nem gondolnak bele, hogy mikor azt mondod, hogy nem is a sorsjegy, hanem biztosítást ajánlhatok? Miből lehet választani? És akkor így mögéd nézel a másik 8 emberre, hogy mit gondolnak erről, hogy te éppen biztosítást szeretnék, és a portfólióján érdeklődsz. Hát, még alszom rá egyet, tudod, negyed óra után. Na, mi van? És akkor hobbitok, és utána és jöhet. A másik győzelem Új-Mexikóban. Irány Új-Mexikó. Új-Mexikó, ami egyébként, ugye, mint tudjuk, egy Egyesült Államok beli állam. Ott az történt, kérlek szépen, hogy az állami képviselő választáson Liz Thompson
aki korábbi választott volt, elvesztette az újraválasztását, annak ellenére, hogy az ő szavazói voltak többségben abban az államban. Néhány száz szavazattal sikerült elbukni ezt az egészet. A hölgyről azt kell tudni, hogy ő az az ottani bizottsági tag, akinek olyan fajta tervei voltak, hogy betiltják az összes ízesítést, megadóztatják, dohánytermékként adóztatják meg az e-cigarettákat, és rommá szabályozzák olyan szintig, ami alapvetően teljesen ellehetetleníteni az egész piacot. Emellett a hölgy mindenféle csúnya megnyilvánulásokat is adott a médiában az elektromos cigarettával kapcsolatosan. Nagyon szép kis jószágod van, Charlie. Jószág. Most mindenkinek ilyen van? Nem, neki kisebb van. Neked kisebb. Én vagyok ilyen. Neked milyen gumírozott üzéd van? Menj már. Mit? Hova? Hát nézd meg. Ja, valami szilikontok. Szilikontok. Aj, de menő. Őrület. Szóval a hölgy alapvetően esküdt ellensége volt az elektromos cigarettának, és addig sikerült vergődnie a médiában ez ügyben, hogy az ország... Kivergődte magát a... Az ország minden tájáról az ellenfelének a kampányát elkezdték támogatni pénzzel az elektromos cigaret, az amcsi elektromos cigaret a közösség tagjai, és végeredményképpen néhány száz szavazattal sikerült alulmaradnia, és elvesztette a jelölését, illetve a megválasztását. Úgyhogy igen, így kell húzogatni az elektromos cigaretta használó bajszát választás környékén. Úgyhogy Új-Mexikóban a földbe állt az elképzelés, hogy tönkrevágják az e-cigarettát. Mint a gerely. Mint a gerely. Kiszürkítsem az útban megy. Most ezzel azt akarod egyébként mondani, hogy jó, hogyha a politikusok odafigyelnek az e-cigarettával kapcsolatos kommunikációra, és bele is bukhatnak? Úgy tűnik, igen. Hát ott igen. Ott igen. Nálunk... Mi lebeg a szemem előtt? Mindig a parlament, és mindig a térnek egy adott része, ahol jó, ha voltunk 230-an. Tehát kinél az ablakon urunk és parancsolónk, tudod, nem tömeg, faszom, átvisszük ezt a törvényt, leszarom. Ennyivel kevesebb szavazó. Mert nem akarok senkit minősíteni, de nagyon sokan nem tudják, hogy mi az a készülékekből be sem megyünk, nem tudják, hogy működik, nem tudják, hogy mi az, szívják, használják, és szerintem nagyon sok olyan van, amit a pult alatti sztorikban olvashatsz, hogy eltört a palástom, adjam egy újat, de mi ilyet nem árulunk, de ez eltört, jó, de mi nem árulunk ilyet, hanem készen van. De neki csak a üveg kell, mert eltört. De ilyenünk sose volt, itt vettem, sose vettél ilyet, ilyen nem volt nekünk. De hát akkor most mi legyen? Tudunk egy másikat adni, egy kicsit drágább, de vagy nézzél körbe, hogy ki árul ilyet. És akkor most ezzel mi lesz? Mert ez el van törve. Na. Tehát ami marad. Tehát ami konkrétan... ilyen hát nem akarok senkit megbántani, hogy értelmi színvonalon lebegünk a szar szintje alatt egy picivel, hogy tudod, már csak az orrod van kin, akkor én nem... Nem látom azt se, amit a Grim Green, a Phil Bussardo, a Rip, a N plusz egyedik, vagy a Twisted csinál, hogy mindegyik, minden videójában tolja az elején, hogy ezt hívd, azt annak írjál, menj el a képviselődhöz, menj el a szenátorodhoz, írjál neki, ott a weboldal, ez nálunk nincs. Nincs. Hagy védjen meg egy kicsit a magyar embereket. És ott, bocsánat, és ott sokkal aktívabb az a... Tehát ott ugye nagy kanállal merítünk a sokból, látványosabb, mint itthon a szűkebbből. Hagy védjen meg egy kicsit a magyar embereket. Egyrészt ugye az én gyerekkorom és a tinédzser korom is úgy telt el, hogy amikor már politizáltam, vagy egy kicsit belemélyedtem a politikába, akkor is csak egy ilyen áldemokratikus dolog volt az egész, tudod, elmehettél, főszólálhattál, és akkor az végén megsimogatták a fejed, hogy jó van, hülyél le, fiam, majd jövő héten megint berúgunk, azt majd lesz valahogy, nem érdekes.
hogy ennek az országnak az egyik alapvető problémája az, hogy senki nem oktatja, senki nem kényszeríti ki a demokráciát. Érted? Tehát, hogy igenis legyen véleményed, igenis álljál ki, igenis tudatosan menj el szavazni, igenis ne hagyd magad a falhoz csapkodni, és tégy úgy, hogy neked jó legyen, meg az, amit gondolsz, képzelsz a jövődről, az megmutatkozzon a véleményedbe, hogy mert kinyitni a pofádat. Itt az utolsó, nem is tudom, 20 év, hány éve van? 91 óta egyetlen egy politikai párt nem vette magára azt, annak a felelősségét, hogy akár az oktatásban, akár a társadalmi vitákban, akár az egészségügyben, de bárhol vitára értelmes hozzászólásra kényszerítse az embereket, lássuk meg, mi az, hogy demokrácia. Te hülye vagy? Igen. Hát nálunk is volt társadalmi egyeztetés, másfél hát napig. Persze. Igen, csak ezt ne hívjuk már annak, mert ez nem az. Tehát... De Krisztián, értetted az élét a dolognak, amit mondtam, meg az a baj, hogy az előző... Kicsi is, magyar is, meg nem azt értjük alatt, amit a világ más táján értenek alatt. Az előző ciklusban még mindig nem értem, hogy lehetett egy ilyen patkót megszavazni, és aztán ez hozta magával azt, hogy mindent jobban tudunk nálatok, ezt is akár, és föltesszük a kezünket, tudjátok, 9 igen, 5 nem, igen. Tehát így nehéz bármit is, és aztán én elhiszem, hogy egy csomó embernek elmegy a kedve még a lélegzetvételtől is. Van egy mondat, ami az utóbbi, nem tudom én, tök mindegy, hogy most a szocialistákról beszélünk, vagy a kvázi demokratákról, vagy a Fideszről, bárki másról. De ez az egy mondat, ez mindig ott, és egyre inkább ott motoszkál az agyamban, hogy ahogy látom ezeket az elkeseredett embereket, akik itt reggelente érted, bemegy, megveszi a műanyag poharas fél deciét. Igen. Tehát az egész élete egy ivás, egy munka, egy alvás és egy berugás körül forog, és semmiféle kilátása, önálló gondolata, akarata, alkotóvágya, vagy az élethez való viszonya egészen, vagy a másik véglet, amikor látod, hogy feszülten, idegesen, félelmektől izgatottan mennek haza, inkább már nem is szólnak egymáshoz, mert ha elkezd beszélni arról, hogy mi van a munkahelyen, akkor kész van az egész család. Az egy mondat járkál folyamatosan a fejembe, körbe-körbe, és ilyen széles ösvény tapos, ami nagyon jellemzi a mai Magyarországot, az a fortélyos félelem igazgat. Érted? Tehát mindenkit megpróbál valakik, vagy valamit, a háttérhatalom olyan helyzetbe hozni, hogy te függj. Hogy ne legyél önálló, ne legyenek szabad gondolataid, vagy akaratod, de ne is hangoztasd, mert előbb-utóbb abból baj lesz, meg az mindig gond. Meg amúgy se vezet probléma, sehova. Meg sehova nem vezet. Meg. Csak tetézed a bajt. Borzasztó, hogy emberek ilyet próbálnak meg vizionálni, és az egész e-cigaretta ügy, visszakanyarodva arra, amiről beszéltünk, az egész e-cigaretta ügy ennek a semmittevő félelemnek a gödrében fetreng, és nem fog kijutni belőle sajnos. Nem tudom, mi kéne. Nagyon irodalomíra sikerül. Jó, ugye? Tehát nem tudom, mi kéne. Tudod, mindenkinek ilyen, van az a levegő, sűrített levegős kürt. Telefújni a fülében. Mindenkinek, 10 millió embernek, ébresztő. Hát kaptam egyébként olyan leveleket a héten, hogy lehet, hogy jobb is, hogy most a gépem nincs itt, nem tudom felolvasni.
hogy hallott olyat, hogy betiltják, hallott olyat, hogy ne. És mondom, hol voltál az utolsó 3 hónapban? Utolsó fél évben? Ez annyira jó az ilyen, rácsodálkozom. Welcome to real world. Jé, csak trafikba lehet kapni. Azt kemény dolgok ezek. De ha már így fölcsaptad a cigaretta ügyet, akkor a korábban említett dokumentum pontosan ezzel a címmel készült el. Az e-cigaretta ügy, az egészségpolitika visszaélései az ártalomcsökkentés ellehetetlenítésére Magyarországon, és szabadon hozzáférhető és felhasználható formátumban, PDF-ben elérhető mindenkinek. Ez 2012-ig követi vissza azokat a simliskedéseket, sunyiságokat és egyértelmű jogellenes cselekményeket, ami az elektromos cigaretta kapcsán a hazai egészségpolitikai berkekben fölfedezhető. Nagyon tárgyilagosan, kizárólag azokra a témákra szorítkozik egyébként a dokumentum, amit papírokkal bizonyítani lehet. Tehát semmiféle képzelgés és semmiféle... Igen, láttam, hogy sok a hivatkozás. Vádaskodás, konkrétan ilyen. Minden, amiről papír van, és ott feketén-fehéren látni. Sőt, az is ott volt rögtön az első, hogy Pivko Krisztián összefoglalja, nézem Krisztiánnál szám egyes lapalja. Pivko Krisztián a Villanypára Egyesület VP-je, és egyébként az ilyen-olyan blog szerzője. Az jutott az eszembe, még olvastam az összefoglalót, hogy passzus, 4 évvel ezelőtt semmit nem tudtunk volna írni ebben. Dehogy is nem. Hát csak mit? Nem lett volna ekkora history. Ilyen hivatkozás mennyiséget, meg tehát, na jó, de ugyanúgy, ahogy mindig mondtuk, hogy kidolgozza magát a dolog, és ahogy mindig elmondja akár a jódoki is, vagy bárki más is, vagy a mi kedvenc ludditáink, akik azt mondják, hogy nem tudunk eleget. Hát igen, ti nem tudtok eleget, de igen. Mi nem veszük a fáradtságot, és ha valami új van... Nem sajnáljuk a fáradtságot. Képzeljétek, elolvassuk! Pedig ez már 19. században is működött. Nem csak, hogy elolvasott, hanem egy értő módon. Az értő olvasás, igen, az értő olvasás hiánya. De hát tudod, mindig van valami, amit sokkal egyszerűbb pellengére állítani, mint mondjuk a most újabb 2 káros anyag van az e-cigarettában, nem baj az, hogy 1000 volton egy CE4 vagy CE5-öt izzítunk szárazon, de újabb káros anyag. Egyébként, azt nem is tudom, a múlt héten nem beszéltünk. Nem beszéltünk, és nem tettem bele, azt kiveséztem, 2 remek elemzés született annak az új kutatásnak, a ne nevezzük kutatásnak, tehát ennek a vicc tanulmánynak a kapcsán 2 remek angol nyelvű elemzés született, amiből kimazsoláztam a lényeget, és szintén megírtam a Gőzlér blogon, hogy az ismételten rommá égetett CE4-es kazánból mi mindent sikerült kinyerniük. Előfőzték, ahogy ők mondják, inkubálták az e-likvidet, 80 és 280 fok között előfőzték. De minek? Mert ezt akartam kérdezni, hogy miért kell előfőzni? Ők azzal indokolták, hogy ilyen hőmérsékleteket mértünk a fűtőszál környékén. Igen, és... Tehát sőt, én itt a lakás környékén mérek 40 fokot, és az benne mégse annyi van, bazd meg. De jó, hogy nem Csernobilban voltál. Működik bármelyik elektromos cigaretta úgy, hogy az összes levest egyszerre melegítik 280 fok környékére, vagy hogy ezt így miért? De Krisztián, az a baj, hogy már megint ki kell, hogy mondjam, túlzottan optimista vagy, és sajnos túlzottan értesz hozzá, az őszemükben te hülye vagy, Fifika is, talán még én is. Remélem. Mi nem vagyunk elég tudományosan előgondolkodók. Nem. Ez is benne volt, ahogy olvastam. Ezt játsszuk már le. Jó. Figyelj már, Géza. Mondja. De nagy gáz van, betöltöttem ezt a szart ebbe a szarba. Mi ez egy cigi? Elektronikus. Nem értünk rajta semmit. Mondjatok már valamit. Várjál, szerintem... Picsát kéne vele csinálni. Szerintem mérjük meg, hogy mennyi megy bele, mert ha sok, az szerintem nem jó. Meg hát ott fűtenek, szerintem meg kéne nézni, egy forráspont fölött jóval, a duplájával mondjuk, hogy ott mi jön ki belőle. Hú, Géza, tudtam, hogy hozzád kell fordulni. Hát, nem a legyek hordták össze. Na, ez hát, így ment. Csináld azt,
hogy kitaláljuk a slukkolós rezsimet, 5 másodperces slukkok ebből a remek CE4-es kazánnal, ez 25 perc, vagy fél percenként 5 másodperces slukkolunk belőle, ezt csináljuk 25 percig, majd az egészet addig ismételjük, amíg ki nem jön végre valami szar belőle. Oké. Okay. Nem, ez a, nem, megint rosszul látjátok. Izzítanak. Te, Géza, bazd meg, ez nem mér semmi károsat. Mi a faszomat kezdjünk? Te, szerintem tekerjünk még följebb azon a volton, vagy mi a picsán. Följebb te, valami megindult. Nyitj majd potméter! Tekerjünk csak még rá. Ó, most jön rákkeltő! De beleolvadtam műanyag, és nem baj, az a jó! Abba van a vitamin! Hát úgy, ezt így tudnám elképzelni. Úgyhogy így nem emlékszem a pontos számokra, és most lusta vagyok megnyitni. Az egyik őrületesen egészségkárosító anyag kapcsán, ami egyébként a rákkeltő osztálya, ha jól emlékszem, a savanyított zöldségekkel, illetve az ácsként és asztalosként való munkavégzéssel van egy kategóriába, tehát rendkívül gyilkos. Na várjál, én összeállítottam a képet. Képzeld el azt az ácsot, aki a tetőn reggelizik kovászos uborkát, majd utána elcigizik. Halmozottan rákkeltő. Azt ki most már megnyitom, úgy, hogy nem mondja hülyeségeket. Most már fölbaszt az agyát, megnyitja. Igen, mert hogy baromi érdekesek, amik ott vannak, és nem emlékszem a mennyiségekre. Leszkrollozunk, itt lesz a második, az tudom, ott is van. Nem, ez, igen. Nem, ez. Igen, megvan. Szóval, hogy nevén is tudjam nevezni ezt a két szörnyűséget, a propilénoxid lenne az egyik, ugye? Abból a szempontból ez érdekes, hogy valószínűleg nem kellően tiszta PG volt azokban a levesekbe, mert végéből ez egyáltalán nem jött ki, és a tiszta PG gőzölésénél sem, a levesekből kijött, úgyhogy valószínűleg valami PG szennyeződés ez az egész történet, és igen, az aloe verával és a savanyított zöldségekkel van egy kategóriában a rákkeltő. Aloe vera, igen. Az a Windex-e van egy kategóriában, tudom, az ablak tisztítóval. A NIOS szerinti napi biztonsággal beillegezhető maximumát, hogyha átforgatjuk az e-liquidből kinyert mennyiségekre, akkor ezekből a rossz minőségű e-liquidekből napi több mint 100 ml-t kellene elgőzölni ahhoz, hogy megközelítsd az egészségügyi napi határértéket. Ez azért nehéz lenne 100 ml-t elfüstölni belőle. Annyira nem. Hoponta. Hát jó, mondjuk abból. A másik őrületes ördögtől való dolog, amit találtak benne, az a glicidol volt. Ennek a karcinogén osztályozása a forró italokkal, a vörös hússal, vagy a fodrászként való dolgozással egyenlítik. Ebből ahhoz, hogy elérd a napi egészségügyi határértéket, 264 mg-nak megfelelő e-liquidet, tehát ilyen kb. negyed litert kellene elpöfékelni egy aerotank kaliberű kazánnal, vagy hogyha van CE4-ed, akkor rommá égetett CE4-en száras lukokkal napi 70 ml-t elszáras lukkolva kellene elpöfékelned ahhoz, hogy megközelítsd ezeket az egészségügyi határértékeket. Ezekből jöttek ki ezek a nagyszerű szalagcímek megint, hogy hú, hát nagyon rettentően, ha azt hitted volna, hogy az elektromos cigaretta nem annyira, akkor most gondold át újra, mert aztán ez rettenetesen szörnyű. De természetesen ezt is átvette egy nap, a fordítás idejével ugye átvette a több magyar hírportál is, tehát a hülyeség az interneten határtalan. Bezony. De úgy visszatérünk az eredeti témához, és ha valakit érdekelnek ezek a remekbe szabott... Nekem ilyenkor az jut mindig eszembe, hogy kéne csinálni egy ilyen vizsgálatot? Ne, hát egy ilyen ellenpublikációt, hogy nem tudom, hogy 5 évet fiatalodtál, mert elcigarettáztál. Nem tudunk még eleget azt mondani. Vagy mit, kinőtt a keze, vagy a lába. Kinőtt vagy a szakállod. Kinőtt a szakállod, nekem is... Fú, itt most mindenki szőrös. De jó, hogy nem halljátok. És csak nyaktól fölfelé a többit nem mutatjuk. Na, beszéljünk kicsit a már múlt héten elindult, de most aztán nagyon elindult magyar vonatkozású
Facebook oldalról. Igen. Mert hogy olyan stádiumba érkezett most a csillagok állása, úgy konstellálnak, hogy Aaronnal abban a fázisban tartunk most, ugye, hogy elindult a magyar Billion Lives dedikált oldal, ahol a kinti, az ő általuk publikált bejegyzések, cikkek, akármik, szépen magyarra fordítva, linkelve rájuk, megtalálhatóak. Bizony, most, bizony. Most még jelen pillanatban ez az összfunkciója, hogy ilyen egy az egyben fordítás, klónozva a tartalmat. Ez jó, mert ő is látja, hogy meg van kattintva. Nézem, hogy rendszeresen szívecskézi. Ő ilyen szívecskézős egyébként, mert az én bejegyzéseim is mindig szívecskézi. Úgyhogy ez elindult, és elkezdtük tovább gondolni ezt az egész mizériát, hogy hogy lehetne ezt beterelni a bemutatóba. Igen, egy hazai bemutató. A bemutatóba, illetve egy dokumentumfilm fesztiválba. És nem tudom, hogy ezt múlt héten beszéltük-e, hogy van egy nemzetközi dokumentumfilm fesztivál itt Magyarországon, ezt beszéltük? Szerintem nem. Nem. Nem esett róla szó. Ugye, hogy arról volt szó, hogy találtunk egy dokufesztivált, ami ráadásul milyen jó, hogy nemzetközi is. Egy a baj vele, hogy április 30-án lejárt a nevezési határidő. És akkor ott nézegettem, és valóban ez látszott, hogy nagyon sok olyan dokufilm van, ami 2015-ös, 2014-es, de most pályáznak rá. És tényleg Indiától kezdve Németországig mindenhonnan érkeztek pályaművek, na és nem voltam rest, akkor írtam egy levelet nekik, volt egy űrlap, és hamarosan jött is a válasz. Ugye nagy vonalakban leírtam, mert én veled ellentétben még nem láttam sajnos. Leírtam nagy vonalakban, hogy miről szólna, társadalmi problémáról és az azt körülvevő mizériáról, és szerintem haraptak rá, mert az április 30 ellenére azt mondta a hölgy, hogy akkor most azonnal küldjük el a screenert, arra mindjárt kitérünk, hogy ez micsoda, és gyorsan meg is nézik, és megpróbálják bele szuszakolni, és ugye április 30, május 30, június 30, tehát több mint 2 hónappal kicsúsztunk a határidőből, de tök európáner módjára, minthogyha érdekelni őket, és próbálnak. Azért díjnyertes csikóról van szó, szóval. Igen, azt is kiemeltem. Igen. Neki, hogy hát Ausztrália és Új-Zéland és a Varsói Nikotin Expo és a többi, és a többi. Na, és akkor odáig jutottunk, hogy utána ugye közös levelezésben voltunk Aaronnal, és megemlítettük neki, ő természetesen tökre pozitívan állt hozzá. Közben egy filmes ismerősömtől kiderítettem, hogy ne legyek nagyon hülye, mi az a screener, Dávid? Na hát az a screener, amikor alul fut a timecode, le van rontva a minősége, itt vízjel, ott vízjel, hogy tehát sehogy nem lehet ezt publikálni, de arra jó, hogy meg tudja nézni mondjuk ennek a dokufesztiválnak a szervezőt. Az ezért felelős ember. Az ezért felelős ember, igen. Legalább tudja, hogy miről szól. És akkor ennek fényében fognak dönteni, hogy megszakadjanak-e, hogy belesűrítsék, mert ugye már kim van a program az oldalukon egyébként. Filmekre lebontva, kategóriákra lebontva. Úgyhogy... De itt most már Aaron meg közöttük van a kommunikáció. Igen, hát annyi volt, ugye, hogy mondtam Aaronnak, hogy ez van, és szerintem 2-3 perc után rögtön válaszolt is, hogy akkor mondjak egy címet, mert ugye kocsiba voltam vezetés közben, csak írtam neki, hogy itt van a nőnek a neve XY, és akkor neki kéne küldeni, az gyorsan visszajött, hogy e-mail cím. Jó, én mondom, azt elfelejtettem. Megadtam az e-mail címét is, úgyhogy el is küldte aznap neki, úgyhogy várjuk a reakciót, és az tökre fasza lenne. És egy roadmapet is föl tudnék ehhez állítani, mert ugye a másik sarkalatos pontja ez a dokufesztivál. De emellett oda kéne rakni a 10 bemutatót is. Bizony. Aaronostól, Jenniferestől, viszont
a roadmap-en úgy kéne felrajzolni, hogy azért tehát legyen értelme a díszbemutatónak, hogy a díszbemutató előrébb van, mint ez. Szerint, igen. És egy picit ott szorítana már minket a határidő, tehát ez a szeptember valamennyi. Illetve ugye azt mondtam nektek, ezt se tudom, hogy mondtuk-e adásba, hogy megvan az árajánlat a mozi részéről is, hogyha nem az lenne, hogy dokufesztivál, hanem publikus, mondjuk díszbemutató, és kevesebb egyébként, mint amire gondoltam, nagy mozi, Corvin, nagy terem, tehát én azt hiszem a karádi 240 fős digitális géppel, anyám kínjában, mindennel. Aeroniknak megvan az a formátum, ami nekik kell, és innentől kezdve tényleg csak rajtunk áll, hogy akár hindire, akár németre, akár bármi másra az ismerősöm pillanatok alatt meg tudja csinálni feliratot, mintha egy DVD-t raknál össze, hogy nyelvválasztás, feliratválasztás, anyám kínja, és akkor lenne egy ilyen csomag, amit így átadsz a mozinak, és azt mondod, hogy most magyar nyelvű vetítés, vagy menősik, most 3D-be vetítés. Hello, hollikam, így kezet fogunk így vizuálisan. Ja, szóval sok utánszínezett, után 3D-zett. Szóval sok szálon megy, nagyon sok a változó benne, és jönnek az okos kommentek, hogy nem kéne, mi az Isten ez, narrálni, de... Szerintem sem kéne narrálni. Szerinted sem kéne, de te csak egy vagy a sok közül, és de te... nekem nagyon jó az ízlésem. Igen, hát, ja, cicás póló, farszalon, az ennyit mondanék. De ott van rengeteg ember, például a Dánielnek is az ismerőse, aki, meg nekem is van millió olyan, hogy feliratos, nem nézem meg. Na mindegy. Ezt is tovább gondolva, ugye írtam ma a cseppkőbarlang előtt egy stúdiónak, akik csak ezzel foglalkoznak, hogy ott van az oldalukon N plusz egy ilyen szinkronszínész. És ugye a tekercs pénz az most így nem tűnik soknak, hogy 1-2000, 2500, akárhány ezer forint tekercs. Ez nem az egész film tekercs, hanem az egy panelja neki, amit ő mondott, mondjuk. És ugye, mivel én nem láttam, nem tudtam neki mondani, csak annyit tudtam mondani, hogy 90 perc, igen, de hát onnan nehéz veled beszélni, meg telefont amúgy sem szeretsz fölvenni, te mindig alszol, vagy macskázol. Úgyhogy azt kell ugye megszülni, hogy hányan vannak a... Mondjad, el kell menned pisálni. Igen. Hát ezt nem hiszem el, ezt a palit. Ott a WC, irány az egyenes, ne tarts lépést, indulj. Addig én mondom. Ha nem vártunk volna 2 órát, rád nem fogyott volna ennyi. Most nem azért mondom, de az előbb már voltál pössen. Jó a veséje. Igen. Szóval Krisztiánnal majd azt össze kéne írni, hogy a narráción kívül emberek hányan vannak, milyen korosztály, miről szól, és mikor itt megpendítettem neki, hogy hát ez nem csak arról szól, hogy meghalnak a fecskék, és valaki ezzel foglalkozik, hanem ez egy társadalmi probléma, aminek a politikában is vannak szálai, és akkor ott, mintha az autó ülése mellett 2 darab kézifék lenne jobbról-balról, az így egyszerre így, mikor megrántod be, az meg is így csikorognak a gumik, azt mondja, akkor várni, akkor neki meg kéne nézni a filmet, illetve tudni kéne a szövegeket, mert hogy akkor a szinkron színész is, aki esetleg olyan kapcsolattal rendelkezik X vagy Y vagy párt vagy akármi felé, mondhatja azt, hogy én ezt nem vállalom, vagy nem vállalhatom. Úgyhogy most itt állunk, egyébként azt mondta, hogy az ő részük, hogyha minden megvan, akkor ez megvan körülbelül 2 nap alatt. De mivel annyi változó van benne, hogy hány ember, milyen korosztály, vagy tudod, ez olyan, mint a Legóba, hogy te bekattintod, hogy ezt az embert szeretném, azt az embert, hogyha mondjuk választasz egy Csúlya Imrét például, csak most mondtam egy nevet, akkor lehet, hogy neki az a blokk, az mondjuk neki 4000 lesz. Hogyha választanál egy Gipsz Jakabot, és most nem akarom a Gipsz Jakabokat megsérteni, akkor neki az 5000 helyett lehet, hogy 2000 lenne. És erre mondott egy összeget, amit vagy rosszul lesz az ember, vagy nem. Azt mondta, hogy hát hozzávetőlegesen 500 ezer től
2 millió forintig. Szóval... Igen. Kemény manőver. Én a realitások talaján maradva, tehát nyilvánvalóan egy dízelmutatót leszervezni a terembérlettel, stb. Együtt, plusz az egészet leszinkronizáltatni, plusz ide utaztatni Aaront és a családját, hogy én nem tartom jó, reálisnak, hát persze, hogy meg, ilyen... meg Jennifert, meg a két gyereket, hát azért nem, de Fifikával már végeztünk előgondolkodást. Előgondolkodást, így. És most mondhatom én azt adásba? Hát szerintem mondhatod. Hogyha mindenki ugye okos, akkor mondom a ezeket a nettó költségeket, hogy mondjuk Aaronékat ide reptetni, az 380 ezer forint, tehát ezen 400 körül van. Plusz Peco. Plusz a Kéro, az két napra számolva, az nem akarok nagyzolni meg semmit, de az, az bent, hát nem a, nem a csepeli vaskohó mellett szoktak el szállásolni őket, tehát az lehet számolni nyugodtan 30-40 ezerrel naponta, akkor ott tartunk, hogy 480, plusz a Corvin, amit árajánlatot adott, abban 170 plusz áfa, a díszbemutató. Tehát akkor most ott járunk, hogy... Catering a vendégeknek. Várjál, az 480, 170 plusz áfa, gyorsan, valakinél számológép? Mennyi az? Egy harmad, az 60, 230 környékén van. 230, meg 480, 580, 680, az olyan 700. Legyen 720, és akkor ebben még nem volt az, hogy mit tudom, és én egy kávéra meghívni Aaront, és akkor a catering, amit mondtál, az még mondjuk legyen még egy 50, hogy ne lőjünk nagyon fölé. Tehát azt számoltuk ugye, hogy körülbelül 8 kiló, azaz egy vetítés, ide utaztatni Aaronékat. Meghívók a vendégeknek, hogy kinézzen, egy e-mailt küldjünk a média igen, munkatársainak, stb. Kinyomtatni azokat a papírokat, hogy mit tudom is én, Ildikó, Onodisztus, tehát az üres téket, tudjuk, hogy ki nem jött el, de őket lehet az első sorba ültetni, tehát úgyse jönnek el. Na, tehát 8 kiló, és ebben ez úgy 8, hogy ugye azt beszéltük Krisztiánnal, hogy 90 percet felosztunk mondjuk három felé, az hárman megcsináljuk a felé. Ja, és nincs benne a barátom, az 30 ezer plusz áfa, aki ezt a DCP formátumban megkapott anyagot megülteti a felirattal, lekonvertálja úgy, ahogy kell, és odaadja a mozinak. Tehát akkor, igen, akkor ilyen egy picit vastagabban fogott a szállásnál mondjuk a ceruza, és akkor 850 mindennel. 850. A nagy csönd az annak szó, hogy nem tudjuk, honnan lesz 850. És akkor a végén a Charlie-val így kigondolkodtuk, hogy oké, mondjuk lesz 200 fizető néző, aki 1000 forint így vesz jegyet. De ezt mondta Fifikának, hogy ez olyan, mint a, hogy mondják ezt a... A mennyasszonyt, azt tudod, ez a kárenyhítés. De azt a ki, tehát az elején azt ki kell fizetni, majd a végén egy picit nem fog annyira fájni. Tehát ez nem olyan, hogy figyelj már, gyere, repülj ide, Aaron, majd addig remélem valahogy összedobjuk a lóvét. Azt néztem először, ugye Milwaukee. Nézem, Milwaukee, Bud, rányomok, nincs találat. Hát mondom, Aaron, úszni fogsz. Aztán nézem, de hogy hát ott van mellette, mit tudom, 50 mérföldre, Chicago. És hát majd megmondja, buszhoz odáig, vagy mit tudom is én. Na, tehát ennyi a költség. Nem egyszerű, hát nyilván, hogyha nem premiernek hívjuk. Bocsánat, igen? Annyit még, hogy próbáltam azért, mert a Corvin az a zászlós hajója a Budapest filmnek. Tehát ott lehet úgy fogalmazni, hogy a cerka vastagabb, esetleg nem is cerka, hanem alkoholos filc, és itt ilyen 2-3 szoros szorzók, tehát hogyha mondtam, hogy akkor legyen Pushkin is, nézzük meg, nincs szabad. Tehát nem úgy nincs szabad, hogy mondj egy időpontot, hanem mikor mondtam, hogy szeptember, október, kinevett. Nincs szabad. Nincs szabad, úgyhogy a Corvinban van,
még... És a dupla vetítéssel nem is számoltál, Charlie, basszus. A dupla vetítéssel nem is akarok számolni. De miért nem akarok? Mert ezt Fifikával megbeszéltük. Tehát ennyire nem lehetünk csekonizsbárók, illetve a dupla vetítésnek semmi értelme nincs. Egy, nem tudod megtölteni. Eljönni? Nem tudod megtölteni, már megint hurrá optimista vagy. És ezért lenne jó a dokufilmfesztivál. Félreértesz, akkor én a dupla vetítés alatt azt gondolom, hogy lenne egy bemutató a nagy közönségnek, és lenne egy nulladik vetítés a ludditáknak, a média képviselőinek, a politikusoknak, stb. A döntéshozóknak. Na de ebből, tehát öt újságírónak nem fogunk vetíteni. Hát nem öt újságírónak. Hanem... Nem tudom, hogy ki jön el. Hát szép papírt kell nyomtatni. De most mondod, szép papírt kell nyomtatni. Senki. Szép papír. Annak aztán kurva nagy reklámértéke lenne, hogy egy 240 fős teremben 80 darab papír így áll sorba, és senki nem jön el. Aki eljön, az megcsinálná a videót, és így körbesvenkelne. Fő, az meg... Hát RSVP-zni kell a dolgokat, vagy nem tudom, de hogy én igazániból nem merném megkockáztatni azt, hogy valamelyik luddita, ne adj Isten, mégis eljön, és... Csak neki vetítjük. És nem csak neki vetítjük, hanem ott van a Vaper közösség. És akkor mi van, Krisztián? Tehát azért én szerintem ez nem kéne azt gondolni, hogy nem kéne lenézni. Nem kéne azt gondolni, hogy mindenkinek van a nyőn uralma? Nem. Ezt most gondold végig, amit mondta. Direkt mondtam így. Jó, tehát én ugyanúgy, ahogy nem lehet zárt érben elcigizni, a moziban sem lehet elcigizni. Aki meg nem tud féket tenni a szájára, az ki is írhatjuk, hogy el se gyere, baszd meg. Mert ez nem azért van. De ez ugyanolyan, mint mikor a rádiók, mit tudom is én, Forma 1-es jegyeket sorsolnak, nem azért, mert hogy ez nekik egy, pénzbe kerül, kettő, olyan kurva sok pénzük van, hanem nekik marketing, mondjuk a Forma 1 cégnek, a tököm tudja mi a neve most, marketing, és mikor a kamera végig pásztázza a lelátót, akkor nincsen üres szék. Tehát azért az szerintem többet árt, mint használ, hogy egy díszbemutatón a legkisebb termük is valami... Még a szakmai közönségről is 80, nem tudsz annyi embert összeszedni. Azt mondta, az újságírók, tehát hány sajtólistánk az olyan 50-es nagyjából. Ha mindenhonnan eljön valaki... Hát csak azt nézd meg, hogy hányan publikáltak mostanában olyan hírt, ahol az Öcsügi Káros mondjuk ezt a... Hát figyelj, de hogyha megnézed, egyáltalán elcigivel foglalkozó média, az van 5-6, aki jelentetett meg bármilyen irányba cikket. Érted? Hát még ha ezek elküldnek, tehát azért mondom, hogy 5 embert, minisztériumban senkit ne várjál, hogy ez be fog ülni. Krisztián még egy érdekeset mondott, hogy mint a Fidesz csinálta régen, tudod, hogy buszoztatni a vapereket, vagy ahogy most csinálták Éronék, ugye? Ja, az meg, tehát, igen, tehát ott azért van büdzsé, mikor azokat a kibaszott nagy turista buszokat, hát Amerikában tudod mekkora egy turista busz, és mikor az föl van matricázva billion lives-al, azért annak van egy kiállása. Na, oda mész a volánbuszhoz, figyelj már, sárga busz, mennyire matricázva föl? Tehát ez az egyik, a másik, amit Krisztián mondta, ugye, hogy külföldről, a környező országokból magyar feliratunk van. Meg angol hang. Tehát azért nem fog a csehektől idejönni bárki is. Én nem tartom lehetetlennek, mert aki tud angolul eléggé, tehát na, annak nem most akadály. Szűkítetted le a kört. Jó, de hát nyilván... Mondjuk a németeknél is, tehát az osztrákoknál hány olyan emberrel találkoztál, csak a kiállítók közül, akivel tudtál beszélni normálisan angolul. Mert mondjuk melyik volt a Vapor Giantnél is azt mondták, hogy gyere vissza majd akkor, amikor lesz itt olyan, aki kicsit jobban beszél angolul, mint én németül. Szóval... De az egy kiállító volt, tehát felhasználók között. Az tök mindegy, a felhasználók között sem érezném én azt. De nem túl gondolod, hanem túlzottan pozitívan gondolod, abból kiindulva, hogy,
hogy mikor kint voltál Varsóban, ott mindenki jól bírta az angolt, leült, és egy nemzetközi konferencia. És az egy nemzetközi konferencia volt, tegyük hozzá. Itt meg egy vetítés, amit mit mondasz nekik, hogy lesz angol nyelven, és mondjuk szervezzetek buszokat ide, az mondjuk fejenként legyen 5000 forintnak megfelelő akármi. Plusz Bécsbe bárki autóba ülhet, és eljöhet ide, vagy Pozsonyból is. Én nem tartom lehetetlennek, nem azt mondom, hogy megtöltene egy komplet vetítőtermet, vagy egy komplet nézőtermet a külföldiek érdeklődése, de akár könnyen lehet, hogy igen. Amit viszont én komolyan gondolok, az az, hogy a szakmai vetítés, tehát igazándiból egy premier előtti szakmai vetítés a sajtónak, a döntéshozóknak, stb. Ott nincs jelentősége annak, hogy 20-30-an vannak ott és nézik, mert nem azt nézik, hogy telt házas. Szerintem ezt már az elején elrontottad ezt a mondatot, hogy ez a premier előtti vetítés, tehát az maradjon szerintem úgy a fejünkben, vagy a fejekben, hogy a premier. Tehát még egy vetítés se tudjuk, hogy hogy lehetnek igazdálkodni. Úgyhogy még, mit tudom is én, újházi mozi rendszerre is jusson. Tehát, tudod, ez a módi, tehát 800 ezret azért ez egy challenge. Hát ugye a legjobb az, tehát én a Charlie-nak aztán végül mondtam még egy fölvetést, és akár hogy gondolkodom körbe a témát, szerintem az nem egy elvetélt ötlet. Ezúton is kérünk mindenkit, akinek esetleg ebben van némi jártassága, illetve hozzáférhetősége. Ha valamelyik tévécsatorna valaki erre hajlandó, megvetetjük a filmet, vagy a vetítési jogot. A vetítési jogot, és mondjuk az úgy fogja vetíteni, hogy vagy utána, vagy előtte lehetne egy fél órás stúdióbeszélgetést folytatni erről az egész történetről. Annak sokkal, de sokkal nagyobb súlya, publicitása, és több embert tudsz megszólítani, mint mondjuk a Budapest film, aki mondjuk bepromózza esetleg az eseményt. Tehát érted most... De hol promózza Budapesten? 850 ezerért szervezünk mondjuk max. 200 embernek egy vetítést, és lehet, hogy már belevettük akkor ebbe a szakmait is, akkor kettőt. Nem, az csak hozzá nyugodtan. Vagy... Tehát a két vetítés, akkor tegyél még hozzá még 170 plusz áfát. Jó, hát akkor 1 millió forintot eltapsolunk a két vetítésre. Még szerintem egy ilyen országos sugárzás az sokkal-sokkal több ember tudna megszólítani. És ha hozzátesszük az előző tüntetésnek az 1 millió 250, 1 millió 3-át, akkor abban még vastagon benne voltak a forgalmazók is. Most meg igen. Magyarázd meg a forgalmazónak, hogy azért, hogy esetleg majd valamikor vissza tudjál jönni a piacra. Tehát ezt én... Ugye azért lássuk be, kétféle forgalmazó van most a magyar piacon. Az egyik az, akinek az öngyújtó mellé fölkerült az e-liquid. Tehát ez pont ugyanolyan neki, mint a cigitőtő, nem tudom én, nem, tököm tudja, mi nem szívügye. Ennyi. Van, hogy legyen. Van, hogy legyen. Megkeresik. Megkérdezik. Mint a tigrisbe. Ha kérdezik, mondd azt, hogy van. Van, kész. Ennyi. Ugye a másik meg az, aki előtte gyártott, forgalmazott, boltja volt, vagy bármi, és így tudott a piacra kerülni. Ezért aztán azt gondolom, hogy egészen más esélyekkel indulnánk neki mondjuk a forgalmazók részéről. Ja. Ez Babylon, bazd. Dehogy? Rögtönzött likvid pozsolást tartottunk, csak itt éppen kavakót szipákoltam, de éreztem a hatos basszus. Kovakő. Na, szóval szerintem akkor lenne
érdemes elgondolkozni azon, hogy az első után hova tovább, hogyha olyan őrületes tempóban jönne mondjuk a Villanypár Egyesület, vagy bárkinek a számlájára a lóvé, hogy látnád, hogy így exponenciálisan nő, hopp, megvan az első csilingelés 8.50, és akkor utána nem áll meg. Akkor azt mondom, hogy oké, de szerintem addig a DokuFest az nagyon jó menekülő útvonal lehetne. Az abszolút. Mert hogy neked nem kell a vetítésért fizetni, és a végén még az is kijöhet belőle, hogy van, ami díjat nyer. Én megnéztem a többinek a tízerét, meg egy pár címet. Hát szerintem itt nem akarok túlozni, hogy kurva nagy esélyük lenne, de... Figyelj, Krisztán, szerintem azt kell csinálni, vegyük fel a fapofát, írjunk egy lédet a filmhez, egy ilyen bemutatót, és célozzunk meg két TV csatornát. Nem tudom, semmiféle gyakorlatom nincs ezen a területen, úgyhogy... Én egyébként belegondoltam. Tehát én azt gondolom, hogy vagy a Hír TV, vagy az a TV lehet. Nem kell egyébként gondolkozni. HBO! Not go! Hülyék vagytok, azok is maradtok, de például gondoljatok bele az RTL-nek a piaci helyzetébe most, hogy tehát hogyha nem a Vajnáé a TV, akkor ott szerintem most bármit leadnának, amivel a másiknak alá lehet vágni. A másik, hogy a Balónak nemrég volt a... Milyen műsorra szokott lenni? Baló, ugye? Magyarul Balóval. Igen. És ott volt most egy dokufilm kapcsán beszéltek azzal a nővel, aki a gorillák között él, és erről csinál dokufilmet, és valami miatt nem tudták egyszer leadni, és megcsinálták újra, és leadták teljes egészében a riportot vele. Baló megcsinálta, mert ő bírja az emberi nyelveket, mondjuk a magyaron kívül, mert világnyelv a magyar is, csak senki nem tudja rajtunk kívül. Tehát ő meginterjúvolta ezt a hölgyet angolul. Hát utána nem vetítették le a filmet, de hogyha arra kerülne a sor szerintem, hogy meginterjúvolni akár Éront, és hanem nem az elcigire hegyezett ki, hanem az ártalomcsökkentésre és arra, hogy ki mit miért tesz azért, hogy ez ne tudjon érvényesülni a milliárd életre. Villanyautós összeesküvés. Akkor a villanykörte, igen. Tehát igen, akkor ez mindenképp érdekes téma, szerintem. Igen. Úgy is, hogy nem interpretálod és nem fűzöd nagyon bele az elektromos cigit, hanem hogyha csak a gyógyszergyártókat, a politikát, és a többi, és a többi. És aztán én... Hát, ha a filmet nézed magát a címéből, és az első fél órából, az első fél óráig ki se derül, hogy elektromos cigarettáról van szó. Én két ember tudnék elképzelni. A Kálmán Olga nagyon jó be tud kérdezni. Ő zseniális riportokat szokott csinálni. Nem fél beleállni, a másik pedig a Baló. Mert, na mindegy, mert én így gondolom, de... Mindegy, ha valaki esetleg... Szomszédja. Csöngessen már át, csöngessen. Kirakjuk az adást este 10-kor, még nincs késő szerint, 4-10-kor. Gyurikán, figyelj már, volna itt, hallgatod a podcastot? Az utolsó 10 részt hallgass már vissza, és utána beszéljünk. Szóljon bátran. Úgyhogy igen, szerintem ez se hamvába holt ötlet talán, és keressük a lehetőségeket, de nem egy triviális dolog. Hát meg nem is könnyű. Nem is könnyű. Igen, sem nem triviális, sem nem könnyű. De legalább nehéz. Jaj. De dolgozunk rajta. Na, úgyhogy mikor ilyenekkel jönnek, tudod, hogy Charlie hangodról senki nem kíváncsi. Én ezt már nem akartam kint roomingba kifejteni, hogy én nem azt mondtam, hogy én beszélek, hanem... Meg elhúzod a héliumos lufit. Igen. van olyan skill, hogy meg tudok csinálni
akármit audiósávokkal, és erre. Meg ugye ott van, hála Istennek, a barátom, aki már nem egy film szinkronon és feliratozáson túl van, hiszen már 20 éve ezt csinálja. Nagyon drága a technika, ne fújd felé a gőzt, jó? Arra viszi a szél. Nem baj, fújd a laptopot felé, az senkit nem érdekel. Ez majd, a podcast laptop. Igen, de ha majd beszarik, akkor visszavisszük annak, akitől kölcsön kapta. Ez a karistolás, ez nem utasd, itt, de nem volt itt. Nem, de nem, volt ugye nem volt ott. De ott volt. Nem. Szóval mindenki keresi, mi is keressük a lehetőségeket. Az, hogy N plusz egy ember csak azt látja belőle, hogy amennyit. Nem azt jelenti, még mindig nem volt bemutató. Ja. Úgyhogy, és kurva nehéz lesz ezt az összeget is, a roadmapet is, meg minden, meg Aaront idehozni, és a többi, és a többi. Hát meg másrészt tényleg megtalálni az egyensúlyt a között, hogy most kiknek is szóljon ez a film, mert egyrészt ott van az elképesztő várakozás az e-cigaretta közösségen belül, mindenki baromira kíváncsi, kis túlzással mindenki baromira kíváncsi a filmre, hogy mi van benne, de alapvetően ez a film nem az elektromos cigaretta közösségnek szól a kíváncsiság és az érdeklődés ellenére, hanem a sajtónak tud nagyon-nagyon sok újat mondani, a döntéshozóknak tud nagyon-nagyon sok újat mondani, és akkor ezt úgy tudnám fogalmazni, hogy megértsék ők is egyszerűen, hogy mi nem a célközönség vagyunk, hanem mi vagyunk az egyik szenvedő szereplői a filmnek. Igen. Mert hiszen milliószor megmondják, hogy nem tudunk eleget, de jobb az, mint egyébként a másik, de akkor se tudunk eleget. Meg hatalmas marketing gépezete is vagyunk a filmnek, ugye, mint Aaron azt már többször elmondta, hogy a film elkészítése után saját zsebből finanszírozták az egész filmnek az elkészítését, és marketing költségük jóformán nincsen, úgyhogy a film alapvetően az elektromos cigaretta közösségre támaszkodik, mint a legnagyobb pillérére, hogy a híre terjedni tudjon a filmnek. Úgyhogy, spread the word! Igen, pontosan ezért is tessék szépen lájkolni és osztogatni a magyar Billion Lives oldalnak, meg az eredetinek is akár a híreit, meg ilyesmit, hogy hadd lássák az alkotók, hogy igenis van olyan mértékű érdeklődés ezen a nyelvterületen is, hogy átvigye azt az inget. Hát hála Isten, Aaron az admin. Igen. Amikor valaki belájkolja, az neki szépen megjelenik ott egy sorban, hogy ja. A növekedés szép, indult az elején, egy pár nap alatt már majdnem 300. Én azt néztem, hogy az egyik skandináv meg a lengyel anyanyelvű oldalt be is értük pikpak néhány nap alatt. Ennyi pedig az. A lengyel nem kevéssel több ember, mint nálunk. Az egy főre jutó vaperek száma, meg az egy négyzetméterre jutó lakosok száma. Vagy az egy köbméterre jutó gőz mennyisége. Ja, tehát ezért nehéz, tehát azt nem mondhatjuk Aaronnak, hogy figyelj, repülj már ide a saját pénzedből, mert mégis a te filmed, meg ki kéne fizetni a vetítést. Hát én nem azt mondom, hogy vigyük el a Ritz kartonba, de bassza meg legalább. Már azon gondolkoztam, tudod, hogy ketten kimegyünk érte a reptérre, tartjuk a táblát, hogy Aaron, vagy mit tudom is én, akkor behozzuk egy kis városnézés, egy kis anyám kínja, nem mondhatod, kirakod a város közepén, itt van, menjél arra, vagy szállj föl erre a nagyon magas buszra, nézzék körbe, vegyék kávét, oda nem menj, mert lehúznak, ez nem lehet így. Dócra kihozzátok, még traktort is vezet. Hát ez ki... Birkát is etethet, minden van. Mekkora skill te! Hát igen. Egy harmadik alternatívát még nem nagyon... csaptunk föl, vagy a harmadik konzervdoboz fedelét nem nagyon csaptuk föl, az meg a közösségi finanszírozás lenne, mint olyan, hogyha van elegendő érdeklődés. Már mire gondolsz a crowdfundingra? Hogy... Aha, igen. Meghirdetni az egész történetet, és akkor ilyen sávos rendszerbe be lehetne rakni, hogyha ennyit adsz rá, akkor kapsz egy meghívót a vetítésre, vagy csak 2 forintot beleadsz, és akkor hozzájárultál, hogy eljöhessen, stb. De arra gondolsz, hogy valami ilyen direkt, erre dedikált platformon? Igen, konkrétan erre gondolok. Mindig azértől fázok, mit tudom is én, Kickstarter, vagy az Indiegogo, és akkor tök jó, meg egy kis promóval, de hát aztán a végén jön nekik a mínusz ilyen tétel, ami az, hogy mi
nálunk futott ez a kampány. Jó, hát valamit valamiért, ha nem jön össze, akkor nem jön össze. Tehát... Egy lószart, csináld meg a saját kampányrendszerünket. De én múltkor láttam is egy ilyet, lehet, hogy neki kéne állni. Megvenni out of the box, bevágni egy domén alá, Elon megkérdezni, hogy mehet-e mondjuk a Billion... Hú, ez lehet, hogy kivágjuk, lehet, hogy nem. BillionLives.hu domén alatt nálunk, és akkor ott ez lenne totálba, és akkor ott látszódna a sáv, mint ami nekünk látszik a Patronon. Ezúton is szeretnénk megköszönni minden támogatónknak, hogy hétről hétre segítik a munkánkat. Nélkületek is menne, de lényegesen nehezebb volna. Ha nem tudod esetleg miről beszélünk, olvasd el a show notes-t, keresd a narancssárga Patreon téglalapot és kattints rá. Még egyszer köszönjük. Köszönjük. Szóval ez nem hülyeség egyébként, amit a Krisztián mond, ez kurva jó ötlet. Csak, meg kell álmodni, hogy milyen összeghat. És tudod, mi van, ha a kampány nem teljesül? Hát akkor vissza kell utalni a dolgokat. Most ennyi. Az annak a jele, hogy nincs elegendő érdeklődés a projektre. Ennyi. Akkor el kell könyvelni szomorúan. Kitöröljük a könycsepet a szemünk sarkából. Én már láttam, ti meg kapjátok be. Refund. Kösz. Ja, de ha már dokumentumfilm, vagy ha még akartok beszélni a témáról, akkor még vesézzük hát tovább. Hát azt még kivesézhetjük, hogy mennyire utáljuk a Krisztiánt, hogy ő már látta, mi meg lehet. Tehát ennyi. Szerintem ez mindennek alfája és omegája. Ezt összeírod majd, mit tudom is, egy-két napon belül, hogy akkor kb. Hány szereplő, kb. Milyen korosztály, kb. Hány hang fejbe, hogyha ezt... Emlékeim alapján, persze. Hát nagyjából csak, érted. Tehát inkább ez, hogy mennyit beszél a narrátor, gondolom, aki Aaron. Aaron, igen. És a többiek, mit tudom is, hogy mennyit beszélnek, milyen hát korosztály. A bánatom emlékszik már rá, hát de Krisztián, megpróbálom. Csukd be a szemed, és így... Lemegyek alfába, és kiguberálom az agyam legmélyéről. Johnny Mnemonic, ide csatlakoztatunk neki. Letöltjük a filmet. Johnny a kacattán. Ja. Ja. Jó, és augusztus eleje van, tegyük hozzá. Tehát, hogyha... Megy az idő, igen. Igen. Tehát, és még mindig ott van, hogy Aaron ugye azt mondta, hogy hát persze, ők megcsinálják a feliratot, közben nekünk csak a nyers angol felirat kéne, és akkor az összeget kimondhatjuk? A feliratozásra? Igen. Mit írt? Azt írta, hogy professzionális céggel készítette az egész feliratot, szerintem ebbe a fordítás is benne van, az $5,500, tehát ilyen fél millió környékén van elkészítetni. Erre én írtam neki, hogy nem szakmánk, de azért nem kevés angol nyelvi dolgot feliratoztunk már, tehát a nyelvi korlátok azok kvázi nem léteznek. Minőségi produkciókész feliratot tudunk gyártani, társadalmi munkában hozzá alapvetően, tehát lehet, hogy azt a költséget még bőven lehetne lejjebb nyomni. De aztán ugye Aaronnak meg most itt van a nyakán a Milwaukee premier, úgyhogy megint köpni-nyelni nincsen ideje. Úgyhogy a vége a dolgoknak, akkor gondolom megint fölvesszük a fonalat és folytatjuk tovább a dialógust ez ügyben. Ja. Illetve a trialógust. Bár a trialógus szót nem szeretem a TPD óta. Tabuszok. Fifika arca összerándult. Mint a prostata vizsgálatnál minden férfi. De, ha már dokumentumfilmek, valamiért 2016 az elcigis dokumentumfilmek mekkája akar lenni, így kíván bevonulni a történelembe. Ott volt ugye a BBC-s dokufilm, itt a Billion Lives, és a napokban jött a hír,
hogy szeptember 25-én lesz a bemutatója a Vapexpo által készített Túl a felhőn című szintén elektromos cigarettával foglalkozó dokumentumfilmnek. Túl sok infó még nincsen róla, annyit tudni róla, hogy az elektromos cigaretta jelenséggel és a körülötte tapasztalható ellentmondásokkal foglalkozik, és ezeket deríti föl több országon keresztül, az Egyesült Államokban, Franciaországban és Svájcban forgattak. Várjuk ezt is, megnézzük, hogy milyen oldalról közelíti meg. Én azt hiszem, hogy ők egy kicsit más oldalról közelítik meg. A Svájc az most meglepett. Engem is az egész meglepett, de hogy ez is egy egész estés hosszú, tehát ilyen másfél óra hosszúságú valami lesz, és szeptember 25-én fölkerül. Kíváncsian várjuk. Tele vagyunk egyszerűen is dokumentumfilmekkel. Igen, de visszafűzve a díszbemutatóra. Na. Tehát szerintem már most elkéstünk a dologgal, hogyha szeptember végét akarunk. Mert ugye a DokuFest előtt vetíteni, az meg szeptember 20-án kezdődik mondjuk. Tehát hogyha ez olyan, mint a mozi jegyek. Minél tovább vársz, annál kevesebb a szék. És hogyha azt mondom neki augusztus végén, hogy igen, most jó lenne a szeptember, összejött a pénz, augusztus végét mondott, tehát egy hónap sem. Összejött a pénz, akkor szétteszi a karját, mint Jézus így lefele néz egy kicsit oldalra, és azt mondja, hogy de már nincs hely. Jó. Nyilván akkor csúszik minden, stb. Ilyenek ezek a jók. Még valami okosat akartam erről ezzel kapcsolatban mondani. Ja, hogy nyilván az időben az is benne van, hogy mondjuk egy magyar feliratot elkészíteni. Ha csak fél órára lebontjuk, tehát azért... Hát én emlékszem, amikor a bécsi 6 percnyi snittet feliratoztam a YouTube-ra, 4 órán keresztül csináltam azt a 6 percnyi feliratot. Mondjuk abban benne volt, ahogy hívják is, a beszélgetés Áronékkal. Az szövegértés utáni írás, aztán az még szinten, magyarítás, ja, rendes magyarítás, vagy ne szó szerint legyenek lefordítva a dolgok, hanem... Igen, azt néztem, hogy valaki meg is jegyezte a Billion Lives magyar oldalán, hogy nem egészen az van ott szövegben, magyarítva valamelyik bejegyzésnél, mint amiről az alkohol. Az amerikai műsorvezetődő azon azért elkezdtem röhögni, hogy ő magyarul visszafordítja angolra a dolgot, és hát igen, ahhoz, hogy kontextusba kerüljön normálisan és legyen értelme annak a mondatnak, ahhoz egy kicsit föl kellett duzzasztani, így érthető lett, de valóban nem szasztott. Erre írta neki Krisztián, hogy itt élsz, bazd meg! nem ezt írta. Ugorját egy pofonért? Úgyhogy... Minden szinten szinte minden. Lépjünk tovább. Már csak egy vaskosabb hírünk van. Jaj, rossz gombot nyomtam, de nem baj, így is jó lesz. Az előbb beszélt Fifika, már elfelejtettem a konkrét szókapcsolatot, a nem létező tömegekről, vagy valami ilyesmiről mondtál, hogy meg mint, és mindenki tudjon róla, hogy mi továbbra sem létezünk. Az amerikai FDA-tól megint kiállt az ottani igazgató, és elmondta, hogy már pedig ők úgy látják, hogy semmiféle összefüggést nem tudnak felmutatni az elektromos cigaretta használat terjedése és a dohányzás, a dohányzó lakosság számának csökkenése között, úgyhogy ők nem látnak semmiféle összefüggést a leszokás és az elektromos cigaretta terjedése között, és erről... Nincs is. Hát ők nem látnak. Hát ők nem látnak. Lenne már? Akkor nincs. Erről írt egy egészen érdekes kis posztot Dr. Michael Ziegel, és nem is igazándiból a posztja az érdekes ebben, hanem a poszt alatti komment szekcióban valaki beidézte a legfrissebb amerikai felméréseknek a számait, és nagyon remélem, igen, itt van, megvan. A Reuters Ipsis csinált egy Egyesült Államokbeli felmérést az elektromos cigarettával történő dohányzással való felhagyás, direkt nem mondok leszokást azért sem, dohányzással való felhagyás kapcsán. Michael Ziegel professzor egyébként még azt az érdekes észrevételt tette az írásában, hogy kiáll valaki egy olyan kaliberű intézménytől, mint az FDA,
és mond egy ekkora őrületes butaságot vezető pozícióban, tehát konkrétan hülyét csinál magából, hogyha kiállna és azt mondaná, hogy jelenleg még nem tudjuk számszerűsíteni a pontos hatékonyságát, vagy valami ilyesmit, akkor nem mondana hülyeséget, mert valóban 100%-ig nem lehet számszerűsíteni ezeket a dolgokat, de ezt így kijelenteni, hogy a brutálisan terjedő, népszerűsödő elektromos cigaretta használók és az egyre kevesebb dohányzók között nem tudják felfedezni az összefüggéseket, ez valami őrületes szakmai hiba. Na de jöjjenek a számok akkor a Reuters Ipsos felméréstől. Azt mondja, hogy a felmérések szerint 7,4 millió felnőtt elektromos cigaretta használó az Egyesült Államokban már nem fogyaszt dohányterméket, és a felnőtt dohányzók 8,1 millió száma pedig csökkent. Azt mondja, hogy az Egyesült Államok felnőttjeinek 10%-a, körülbelül 24,8 millió használ valamilyen gyakorisággal elektromos cigarettát, 30%-a a felnőtt elektromos cigaretta használóknak, körülbelül 7,4 millió már nem fogyaszt dohányterméket, és 62%-a a felnőtt elektromos cigarettázóknak pedig kettős felhasználó. Igen, igen. Bocsánat, a 8,1 milliót rosszul fordítottam. 5 év távlatában 2010-ről 2015-re 8,1 millióval csökkent a felnőtt dohányosok száma az Egyesült Államokban, és mindeközben lett 7,4 millió elektromos cigaretta használó, aki már nem dohányzik. És semmilyen összefüggés nincs a kettő között. Egészen biztosan nem. Jó, mi erre a Seymour-ra? Hát utána már csak elemezgeti, ahogy hívják ott a Mitzeller, vagy igen, Mitzellernek, meg a CDC Tom Friedenjének a hülyeségeit itt irkásszal, hogy Tom Frieden már akkor beszélt hülyeségeket, meg Mitzeller az FDA Mitzellerre már akkor hülyeségeket beszélt 2009-ben az elektromos cigarettáról, amikor a Mitzeller még nem volt az FDA igazgatója, hanem a GlaxoSmithKline ártalomcsökkentés elleni lobbistája volt Washington DC-ben. És itt mi az? Igen, ez az ő munkásságukról szól, egy évvel azután, hogy már nem gyógyszeripari lobbista volt Washingtonban, hanem kinevezték az FDA élére, egy évvel azután már elkezdte nyomatni ugye most a Deeming Regulation-t, ami kicsinálná az elektromos cigarettákat az Egyesült Államokban, tehát teljesen jó, hogy egy olyan ember van az ottani FDA élén, aki karrier lobbista volt a GlaxoSmithKline gyógyszergyárnak korábban, soha jobbat, ezek így. Szóval mindenki tudjon róla, hogy mi nem létezünk, és egyáltalán semmi nyoma nincsen annak, hogy bármiféle olyan jelenség történne, hogyha valaki abba hagyja a dohányzást elektromos cigarettával, az már pedig punktum, nem szokott le az elektromos cigaretta segítségével. Te leszoktál a dohányzásra az elektromos cigaretta segítségével, Charlie? Minden nap egy kibaszott nagy harc, hogy ne vegyem elő a csomagtartóból azt a pakli cigit. Minden egyes nap. De most viccet félretél. Viccet félretél. Igen. Dehogy is. Azért. Sőt. De. Akkor a challenge, hogy most itt vagyunk mind a hárman. Fiúk, döntsük el, hogy kemények vagyunk, mint Tarzan sarka, vagy csajok vagyunk. Én tudom, mire akarsz kiukadni. Sejtem, mire akarsz kiukadni. Akarsz nekem hozni egy pohár vizet? Intézem magamnak, Sáli. Természetesen kemények leszünk, és én azt hiszem, tudom, hogy mire gondolsz. De az úgy lenne... Kérsz vizet? Víz az állatoknak való. Szóval az úgy lenne menőség, hogyha dokumentálnánk, és együtt csinálnánk meg. Debrecenbe kéne menni. Pulykakakast kéne. Neked még tök közel is van. Azt mondta
Nem. Csak Pestről indulhatunk. Pesti, micsoda? Indulás, Pesti érkezik. Debrecen közel van. Közel Debrecen van, semmihez nincs. Mondjuk igen. Debrecen csak Debrecenhez van közel. Ez egy ilyen... Ez hol élet az ember? Fura földrajzi jelenség Debrecen. Mindentől egyformán távol van. Több közel van. 260 kilométer. Tényleg. Hajdúszoboszlóiak előnyben. Hogy azt mondja Dávid, akivel leveleztem ugye a vizsgálat kapcsán, már nem jut eszembe konkrétabban a dolog, és mondta, hogy az értékelhető, meg akik elmentek, meg a... Tehát tudod, nem ezt bemondták Blindra, hogy mennyik, az mégsem mentek, 10. Kéne legalább 20. Na de hogyha már nem 10, hanem 13, akkor már közelebb vagyunk a 20-hoz. És, tehát ezt várhatunk vele, nézhetjük. Én egy hétig akkor veszekednék az asszony, hogy miért van cigiszagom, de valahova haladnánk. Már én is elkezdtem otthon puhítani ez ügyben az ellenállást. Elviszük Kingát is. Kingát biztos nem viszik. Akkor már így. Az van, egyébként tényleg komolyan, tehát az, hogy készül egy ilyen felmérés, és tényleg nagyon bíztatóak a felmérés eredményei. És nem azért készül, mert mi akartuk. Igen. Ég és föld a különbség a között, hogy föl tudnak mutatni néhány számot, vagy eléri azt a kísérleti alany mennyiséget, hogy publikálható legyen szaklapokban. Mert tegyük hozzá, hogy a hús se sok. De a 10 az meg igen, azoknak igen, igen. Az embereknek az arcon röhögése, akik idáig megcsinálták. Mert ha nem tudják ezt publikálni, akkor fölösleges volt. Onnantól kezdve, hogy publikálható, ahogy Farszínes Doki tanulmányai publikálhatóak, és az összes többi több száz tanulmány, amiből nap mint nap szoktunk idézni, hogyha valaki idiótaságokat mond nekünk az elektromos cigarettával kapcsolatban, iszonyat fontosságú lenne, hogy összejöjjön az a 20 fő. A Fifikát is sikerül rábeszélni, már hárman vagyunk. Én folytattam tárgyalásokat az elektromos cigaretta közösség prominens képviselőivel, és nagyon Nagyival, és Nagyi is bevállalná, meg lett kora ellenére ezt a dolgot, úgyhogy már igazándiból a 10-ből akkor már 4-en meglennénk, és hölgyek, urak, ha valaki egyébként fölmeri tudni ezt vállalni, letelekocsizzuk az egészet. Ha most felhő hallgat, szerintem a felhő is mondta, hogy benne lenne. Tessék, akkor igazándiból Fifika gondolom nem jön föl Pestre ahhoz, hogy lemehessen Debrecenbe, ha miért, és autót válthasson. Menne? Hát kereszt autóval eljobbra. De olyan nincs, az úgy kényelmes, hogy a pályán is. Igen. De hogy Pest, aztán meg Debrecen. Két fullos autóval igazándiból meg lenne a 10 fő. Úgyhogy keményen bepipázott gőzlérek jelentkezését várjuk. Jöjjünk már össze 10-en, és tegyünk pontot ennek a kutatásnak a végére, és hadd kerüljön ki a nemzetközi tudós társadalom szeme elé. Rendesen. Hát profánabbul is fogalmazhatnánk. Hadd basszunk már mi is oda ónodi szűcséknek. Nem tudunk róla eleget. Nem tudunk róla eleget. Ne szebazd meg, itt van. Olvas. Zárójelbe jegyzem meg, Fifika az én birodalmi málnámat próbálná a zárt flakonból kicsöpögtetni a kezére, hogy meg tudja kóstolni. Túl sok nullás sörti volt Fifika ma már az a helyzet. És mindjárt megjegyzi, hát ez szar. Szóval én benne vagyok, Charlie. Te is benne vagy. Hát ezt még otthon nem vezettem elő. Ja, hogy te még papucsállatka vagy. Tudod, nem mondok semmit, csak hazajön Nóri, és így mi ez a büdös cigiszag? Nem én voltam, megint érzem. Nem én voltam, nincs szex egy hétig. Ha már 40 környékén már amúgy. Szóval, hölgyek, urak. Minden nap öröm, amikor lefekvés előtt nem kell még elfáradnod. Na mit mondasz rá? Nem a szexre? Én azt mondom, hogy ja, vágjunk bele. Még a, lehet, hogy a szegedi kerekasztal is átbeszéljük. Hát ha onnan is bejelentkezés, akkor nem hiába jövök keresztbe. Na, tessék. Érted. Toljuk már át célszalagon ezt a kutatást tényleg. Ennyi. Oda kell baszni. Aztán elmondjuk a professzor bácsinak, hogy
kutatásban elírom e-cigit, elektromos cigaretta, vagy elektronikus, mert ezek úgy ismerik. Csippes. És akkor e-cigi egyből jobb lesz. Ja, úgyhogy... Fú, de szar lesz az az egy hét, mi? Bassza meg. Én már várom. Csinálnám a videókat. Csinálnám a videókat. Sodorjak neked. Na, azt nem. Én ilyen izé, ilyen bolti cigi. Live bejelentkezés az erkéről a Facebookon. Fú, gyönyörű lenne. Hát ja, ledokumentáljuk az egészet. Szóval gyertek, tartsatok velünk, kurva rossz lesz, de kurva kemények leszünk. Hát most is azok vagyunk, mondjuk, mi hárman, mint Tarzan sarka, vagy a kád széle. Még nem kérdeztem meg otthon. Elfogytak a masszív témáink. Na, akkor dobd fel a kis színeseket. Kis színesek igazából a... Nem tudom miért, valamelyik délután üldögéltem, és így leesett nekem, hogy mindenhonnan tudunk a világ minden tájáról, hogy mi az Isten van az elektromos cigarettával, kivéve Japánt. Tehát így... Nekem még vannak ilyen kontinensek. Grönland. Grönlandi vaperekről. Nem és tényleg, a minap olvastam egy cikket, és eszembe is jött. Ugye, hogy ott gejzirek vannak ott, a még hideg. Nagyon érdekes Grönland, hogy Európához tartozik, de amerikai stílusú az oktatási rendszer. Tehát az ilyen fél nadrág bigyó. És az európaiaknak ingyenes a felső oktatás. Igen, ezt tegnap olvastam éppen. Arról is eszembe jutott, hogy arról sem tudunk, hogy Grönlandon mi a pék van. Drága a megélhetés. De ők valahogy Norvégiával vannak összebútorozva a, hogy hívják, államigazgatás szempontjából. Ez nagyon belterjes már. És a norvégok nem jó fejek elcigi kapcsán az ottani szabályozás. És akkor mi a Japán? Na, de hogy Japán. Elfelejtettem, olyan régen gyűjtöttem be ezt a cikket, hogy elfelejtettem, hogy mi van Japánban, hogy... Kis színes, tudod? Igen, ja, hogy két probléma van Japánnal. Az egyik, hogy Japánban a mai napig nagyon-nagyon-nagyon lazák a dohányzás visszaszorítására vonatkozó szabályozások, úgyhogy nem igazán vannak rákényszerítve a dohányosok az alternatívára. A másik probléma pedig, hogy az eddig Új-Zélandhoz, illetve Ausztráliához hasonlatosan ott is tilos a nikotinos utántöltők forgalmazása. Nullás leves van csak mindenhol, így aztán érthetően nem nagyon piszkálja föl a kedélyeket. Ez sikerült összeszednem Japánról. Hát én annyit tennék ehhez kiegészítésként, hogy az azért tudni kell, hogy a japán dohánypiacon aránylag egy cég. Aránylag egy cég. Ja, és tényleg az is Kínához hasonlatosan, az is állami, tehát kvázi. Mozog, ez a... Nem monopólium, csak egyedül Japan, van. Japan Tobacco, tehát ennyi. Állami érdek a dohányzás. Ennyi, tehát az állami érdek gyakorlatilag a dohányzás. Megint a mikrofonba fújja a füstöt, én megölöm ezt az embert. Ja, az akkor, nem füst! Akkor gőz, akkor kevesebben leszünk a kocsi, most nem ölhetem meg. Úgyhogy nagy valószínűség erre vezethető vissza az, hogy... Már megint hülye vagy, nem erre vezethető vissza. Úgy, ott, nem, ott csak megtámasztod a kezed, de a másikkal meg fölnyitod. Hello! Szóval az egész... Mágnesos. Az egész oda vezethető vissza, hogy az az ország, ahol automatából használt női fehér neműt vehetsz, ott valami nincs rendben. És Japán ilyen. És ahol ágybérlet van. Nem is ágy, hanem ezek a kapszulák, bazd meg. Hú, van. Ézzenélő nyalókák. Szóval igen. Hát azt tegyük hozzá, hogy az NTT Docomo csinálta meg először a 4G-t, az LTE-t. Ők járnak élen a mobil technológiában és a sebességben. De gőzlélkedésben meg úgy látszik nem. De hát... Na mindegy, akkor oda nem emigrálunk. Oda nem. De most már azt is tudjuk, hogy mi van Japánban. Ó, egy új kis színes, és ez engem nagyon érdekel. Prága Margójára szabadságon volt, illetve nyaralt a prágai, illetve a cseh egyesületnek az illetékese, ezért nem jött vissza hetekig. Jaj, olvastam. Aki nem ukrán. Aki nem ukrán, igen. Aki nem ukrán, igen. De visszajött a nyaralásból, és sűrű elnézések kérése közepette megírta az ő benyomásait, illetve a hivatalos cseh elcigi egyesület kvázi állásfoglalását a prágai Vape Expo-val, vagy Vape Show-val kapcsolatban.
Mondjam? Na persze. Igen. A kurvára nem érdekel. Nem, izgass fel, azt hagyjál! Lépjük tovább, köszönjük, ennyi volt. Igen, tudunk erről az eseményről. Valójában egy orosz csoport szervezi, és az egésznek a körülményei és a kampányolás folyamata annyira fura, hogy a Vapers Club, a cseh elektromos cigaretta használók hivatalos egyesülete úgy döntött, hogy távol marad ettől az eseménytől. Kiállításként, vépshowként és konferenciaként prezentálják ezt az eseményt, de igazából ez az elektromos cigaretta forgalmazásáról és a marketingjéről szól a papírok alapján. A konferenciára először 3000 euró lett volna még februárban a belépő, mostanra egy kicsit lejjebb vitték az árait. Egészen a legutolsó pillanatig nem voltak képesek arra, hogy egészen egyszerű kérdéseket megválaszoljanak, például azt, hogy milyen e-cigi egyesületek és szervezetek vesznek részt ezen az eseményen. Magát az időszakot is nagyon-nagyon hülyén választották meg, a kellős közepébe a nyári nyaralós időszaknak. Nem tűnnek, úgyhogy mindent egybevetve, egyáltalán nem tűnik megbízhatónak ez az egész dolog, úgyhogy mi hivatalosan nem támogatjuk ezt az eseményt. Jó, hát szerintem ugyanarra jutottak. Igen, Margit, ha megmondtam. Én szóltam. De hányszor? De ugye? Hányszor? Mikor itt jöttem be, végig szóltam. Jó, hát nincs komment fűzési hajlandóság. Igen, ezzel nincs nagy mit kommentelni, csak így megjött egy ilyen késői levélként. Még egyszer, aki nem hallgatta az előző vagy az előző-előző adást, akkor mi a távolmaradás mellett tettük le a voksunkat. És ezt mondtuk a többieknek is, hogyha csak nem akarnak ott sörözni, bár szerintem egy erős túra lenne csak a sörért kimenni, az se menjen, de mindenki saját szerencséjének a pogácsa, ahogy ezt mondta örökérvényű nyomos. Benzinköltséges számolva ócsóbban. Mi van? Csesőr? Staropramen? Vagy melyik a... Nem tudom. Nem vagyok nagy sörös. Egyet ezért már Borsodi Málnát tesz lenni. Ja, jó. Én meg ezért ittam nullás grapefruitot. Én nagy barátja vagyok a pilzeni típusú söröknek, mert nagyon szeretem azokat a kesernyéseket, de mert az utóbbi időben a szervezetem bemondta az unalmas sörözés szempontjából, én ezért iszom ezt a friss. Ez mit jelent? Fejbevág két sör, már úgy fejbevág, mint az állat, a hármat megiszok, akkor már nem tudok megállni, és iszom a többit, és teljes... Fetrengő részek, három sör. De kiüt, egész egyszerűen kiüt. Milyen lenne, amikor filozófusra innen magát, ezt megnézni. Ifjú duhaj koromban voltam olyan házi buliba, hogy egy gyűltőhelyemben én ittam meg 16 üveg sört, és saját lábon távoztam haza. Ahhoz képest sokkoló. Annyit húgyozott, hogy nyerget raktak a hátára. Hát ilyen nagy nyomású, hogy hívják, meghajtó berendezést szereltem magam alá. De azt mondja, hogy be voltam katéterezve, nem volt gond, néha a zsákat ütették. Ifjú duhaj fiatal voltam. Mi a te mesét, fiam? De Mizson? 20 éves se voltam még, úgyhogy akkor azért még működik az ember szervezete, már nem működik, és tényleg két sörtől teljesen bebambulok, és nem érdemes sört innom, mert oda az egész este, úgyhogy ezért fogyasztom ezeket a friss málnás 200%-os őrületeket. Két sört megiszok, azt elkezdem verni az asszonyt. Igen, második sörnél fölveszem a pörkölt szaftos atlétát, benyomok egy jó foci meccset a Sancho Panza arénából. Láttad a képet, amikor kiraktam, meglátogattam a Pancho arénát. Jó, hogy Pancho, nem Sancho Panza, bocsánat, az egész más. Tényleg, az a Don Quixote. Kultúra rovatba fölvehetnénk. Most ugye Olaszban voltunk, és megnéztük azt az erkélyt, ahol Júlia a történelmi monológiát lejtette. Foti japánok, faszom, hogy tényleg ez, hogy bazd meg a selfie botos. Csak kicsit fényképez, csak kicsit. Csak benne legyek, és már megyek tovább. Gyerekek, kultúra. Fogod meg a kamerámat? És itt egy kurva nagy dráma van kialakulóban, bazd meg. Off téma. Samsung Galaxy S7 Edge. 64 giga memóriakártya. Fotók odamentve, fotózás,
egyik nap mondja a feleségem, hogy nézd már, mostani képek rajta vannak, a többinél meg tudod csak az a helyőrző ikonok. Hát mondom, nem tudom, indítsd újra. Újraindította. Helyőrző ikonok eltűnnek. Helyőrző ikon eltűnt. Az SD kártyával együtt. Mi? Tehát úgy, hogy bazd meg, nem látszik az SD kártyából semmi, nem az, hogy formáz, vagy faszom tudja mi. Hát mondom, jó, menjünk egy plázába, úgy fölkúrtam az agyamat, mondom, csak azt a kis pint ad ide, hogy kivegyem a slotból, kicsit kiveszem, tudod, megdörgölöm, mert mindig segít, százason is, meg a simkártyán is, meg a, ezen a szaron. Ledobod a földre. Igen, kivettem, betettem, bekapcsoltam, semmi változás. Na, ennyit. Ja, gearbestes Samsung SD kártya. És nincs fél éves, úgyhogy most hazamegyek innen, és akkor memóriakártya mentés challenge indul. Aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Ú, de fölbasztam az agyam. És ugye pont az volt, hogy ú, ez pont az a nap, Verona és a környéke. Ó, mondom, gyönyörű. Na. Hát ott valami képtár tévesztés lesz. Nem tudom, most berakom majd a gépbe, aztán megnézem, hogy látja-e. Ha látja, akkor mindent lementek, megformázom, hát ha visszamásolom is látja. Van még ott a memóriakártya, csak akkor gírbeztel kell majd izégetni, kúrálgatni őket, hogy cseréljétek ki. Tehát azt nem szeretném, hogy van egy nem működő memóriakártya, és esetleg a képekkel együtt kiküldem, azt ő meg tudtam menteni. Azt. Nem is az, hogy mi van rajta, tehát a gyerekeket, ahogy tanítja, meg ilyen képek. Csak na, hát az a diszkomfort érzet, azokat a memóriakártyákat elküldeni egy vadidegennek, amiről elvileg rólad vannak rajta képek, szóval. Az összes honpornó rajta van. Á, is. Te is a birkákkal. Én is a birkákkal. Ennyi. Van még vizet, Csányi? Persze, hogy van. Itt nem van. Akartam megnyitni a csapot. Van még témánk. Igen. Hó! Azt mondja, hogy sorozat. Sörözatok. Te írtad az Archer-t, neki én még nem tudtam megnézni. Meg a Holy Saint Pete-et is én írtam. Az Archer, ugye már többször ajánlottátok nekünk többen az Archer-t, hogy nézzük, és most, hogy egy hétig szalmaőzve voltam, úgy döntöttem, hogy lerittyentem az első évadot, és belenézek. Rajzfilm. Animációs film, nem rajzfilm. Ja, nekem rajzfilm. Tehát rajz és nagy animációs film. Egy képzeletbeli kémügynökségről, vagy hírszerző ügynökségről és kémekről szól, és hát felnőtteknek szól, és olyanok a poénok is benne, meg minden. Letöltöttem az első évadot, az lett belőle, hogy betárasztom az összes többit is, és végignéztem, mint a shit. Nekem is ez van, nekem már le van töltve, csak időm nem volt rá, mert mindig jön valami más. Szóhicek, poénok, felnőtt poénok, baromi jó kis sorozat, engem megfogott, úgyhogy utolértem a sorozatot, és nézegetem. Nézzétek meg ti is. Holy Saint Pete pedig Louis C.K., az amerikai dark, depressziós humoristának az új filmsorozata, és túl sokáig még nem jutottam benne, egészen konkrétan az első epizód 3/4-énél megálltunk, mert Kinga elaludt. Jó lehet. Késő volt már, és ő korán alszik. Nem bírta a bagolyságot. Baromi jó, Steve Buscemi is játszik benne, és egy ilyen... Aki nem tudja, kiről beszél Christian, Steve Buscemi, mert így fordítják a magyarok. Igen, Steve Buscemi is játszik benne, és nagyon érdekesnek ígérkezik. Ha valaki nézte a Louis című sorozatot, akkor ahhoz egy kicsit hajaz a hangulata, de hogy ilyen életszagú, és tényleg egy kicsit ilyen depressziósabb, de poén lehet rajta nevetni. Úgyhogy igazándiból vígjáték sorozat. Nevetve vágod föl az ereidet. Igen, egyébként jó. Aki szereti azt a stílust, az szeretni fogja ezt, és szerintem jónak ígérkezik, ez most indult nemrégiben. Ezeket sikerült összelőnöm sorozat. Illetve a sorozat ügyben ugye van, még vártunk rád kocsiba, addig beszélgettük Krisztiánnal, hogy szegediek kapták meg a Netflix-től az új Star Trek. Nem csak azt. Na mindegy, azt elmondom majd utánad. Oké, az új Star Trek sorozatnak a feliratozását, mondja.
hogy nem csak azt a feliratozást még kapták hogy nem meg, érdemes bölcsésznek menni. Ja. Hanem a Netflix megkereste a szegedi bölcsészeket, és csinált egy szintfelmérőt magyarul. Pont ma olvastam az Indexen, és 40 főt kiválasztottak, és az a 40 fő fogja a sorozatokat feliratozni. Nem csak ezt, hanem a Netflix. A Netflixes sorozatokat, igen. Annyi a kerékkötő ennél a Netflixnél, hogy ők úgy akarják, hogy amikor abban a zónában megjelenik mondjuk a magyar felirat, jelenjen meg szlovákul, csehül, horvát, tehát a környező zónák egyszerre jelenjenek meg. Tehát most ez az állás, hogy gondolom ott is research megy, hogy kik azok, tehát nem úgy lett, ahogy mi gondoltuk, hogy megkeresik a feliratok.info-n Aliaszt, meg a tököm tudja kiket, hanem igen, mindig rosszul vagyok az, meg mikor elipszilon helyett pontos jét látok a fordításban, vagy bármi olyat, amitől a tarkómon föláll a szőr. Bölcsészek, szó-szó, kicsit kivaszoltok, szó-szó, hát a francba, mindegy, de tehát olyan szakosak, hogy nekik van is valami ilyen filmfordítás, tököm tudja, milyen szak náluk, és na, tehát nem a Sarki Pistihez mennek, aki az első filmjét szinkronizálná, hanem ők megmondták, hogy mik az elvárások, mind dramaturgiailag, mind pedig a szkriptekkel, és tehát, na, ott fölállt már erre a gárda. És elkezdték már, meg nem mondom most, mert a telefonom most repülőben van az adás miatt, de elkezdték már a sorozatokat tolni, úgyhogy szerintem ők is így betáraznak, és egyszer, amikor megállapodnak a környező ország, akkor így kitolják egybe. Ami, én azért vagyok pipa, ugye, mert én az elején elkezdtem a Netflixet, a próba hónapot, aztán lejárt, nem hosszabbítom meg, mondjuk mit House of Cards, most minek? És talán egy vagy két film, de ilyen nagyon mainstream, amit nem azért néznéd meg, tehát max azért néznéd meg, hogy úgy van hozzá magyar felirat, vagy szinkron. De hogy a Netflixben ez a szopó, hogy researcholtam múltkor egy jó fél órát, hogy találjak egy olyan weboldalt, ahol le van írva, hogy most mi a progressz. Hogy halad-e, vagy előre haladt-e, vagy áll, mint lófasz a lakodalomba, vagy mi elérhető magyar felirattal, angol felirattal. És miért elérhető? Mondjad? Semmi. Nincs olyan weboldal, de még a Netflix sem hajlandó ahhoz, hogy legyen valami landing page, ahol az van, hogy ez, meg az, meg az elérhető, hanem nézd a filmeket, ahogy tudod. Az hagyján, de én amikor jött az ingyenes próba hónap, én elmentem a Netflix oldalára, hogy csak megtudjam, hogy egyáltalán milyen engem érdeklő sorozataik vannak. És arról sincs a Netflix oldalán semmi információ. Nincs, azt mindet neked kell researcholnod, meg ilyen tudásbázisokat láttam mindenféle weboldalon, hogy ha arra keresel a keresőben, hogy az kidob valamit, arra rákattintasz, és akkor annak a kategóriának ott van, érdekelhet, mégis abban megtalálod azt. Tehát ilyen, tehát nincs arra az, hogy beírod az meg, hogy... Itt egy filmindex, nézd meg, ez van. A-tól Z-ig, nem. Ez náluk valami furcsa módon nem. Hát lehet, hogy így próbálják az embereket tartalmak felé terelni. Jó, de engem speciál ez nem győzött meg. Hát én írtam nekik annó, és akkor ugye kérdezgették is, hogy mi az a sorozat, ami érdekel, mert azt mondták, hogy gyűjtik ezeket az infókat a userektől, és akkor azokat előrébb. Hát mondom, hogy mi az, ami érdekel. Orange is the New Black, most megint leráltam a lemaradásomat, akkor Walking Dead, Fear the Walking Dead, tipikus sorozatok, amiket nézegettem akkor is, és kényelmesebb lett volna a Netflixen, és mondták, hogy jó, köszönik szépen a visszajelzést, akkor ezt is fölírták valami listára. Tehát ez a baj, hogy nem tudod, hogy tehát most már csak az lenne nekem az opció, hogy megint befizetek most már pénzért egy hónapra, egyébként a Netflix árat emel, nem tudom, nézted-e. 2 eurót. Minden nem csomagban. Nem tudom, hogy a havonta vonja. Minden csomagban 2 eurót emelt.
Ja. Lehet, hogy meg kéne szüntetni. Lehet, hogy meg kéne nézni egyáltalán, hogy mennyit kell nézni. Ja. Én ezt tényleg nem értem. Tehát hogyan várják el bárkitől, hogy előfizessen a szolgáltatásra, anélkül, tudod, hogy tudnád, hogy mit kapsz érte? Igen. Nem tudod, hogy milyen film van, nem tudod, hogy mondjuk... Tudod, lehet, hogy mindig csak az a 20 film van, amit látsz. Igen, nem tudod, hogy feliratban hogy van ellátva, egyáltalán kínálatban hogy van ellátva. Az, hogy informált döntés hozzá, ez a platform nem támogatja az informált. Egyszer jó, tehát mikor az első próba hónapod megvan, talán, de hogyha úgy jársz, mint én, hogy ilyen early adopterként, na, megnézem, belenézek, jó, hogy amiket már láttam sorozatokat, mit tudom is én, a Narcos, hát azt ledaráltam még egyszer angolul, az egy nagyon nagy feeling, de akkor utána kifújt, így meg utána nem tudom eldönteni, neked van, akkor majd oszd meg a Netflix accountodat, azt megnézem, hogy mik vannak, nem tudok már jobbat kitalálni. Már figyeld, már dollárjeleket látom a szemben. Felezünk. Ja, úgyhogy ennyi a sorozat, nem tudom, van-e még valami. Hát szerintem nincs. De gagyi. Két óra. Jaj, hírem van. Na. Hírem van. De ilyen se sorozat, se semmi, tökre off. A LA elkezdte kamionsofőri pályafutását. Láttam én, és sok boldogságot kívántam a NASA-tosoknak. Igen, inkvivel tekerik a nagy öttengelyesnek a kormányát. Már kaptam egy képet, ahogy Inkvi gőzöl a volán mellett, utána láttam egy másik képet Lackó Attila, mondom, te ne menőzzél, ne janizzál, két kézzel fogod azt a kurva kormányt, 18 tonna nem vicc. Úgyhogy én mindig néztem, hol látok Váberes-es kamiont, olasz és köztünk, mert valamerre arra jártak, aztán mondom, hazafele már nézem a fülkiket, hát ha egyszer meglátom Inkvit, ezt megkérdezem, mert hogy elvitte a jubileumi 100-as likvidinket, tehát hogy na majd azt elszipákolják ketten. De mondta, hogy pont tartanak tovább fölfelé, úgyhogy onnan is üdvözöltem Inkviéket, jó utat kívántam nekik, és kíváncsian várjuk a véleményet Inkvinek, mert ő mindig árgus szemekkel és ízlelő bimbókkal figyelte a likvideket. Hát Lackó Attilának külön szenvedés lesz, hogy Inkvinek ez ismeretlen terület, ez a vatta meg mikrokoil. Tehát nem, ezt rosszul tudod, ő volt talán a... Persze, igen, láttam videót, aki vattát használt. De maradt üvegszálnál. Meg azt, ha jól emlékszem, talán az asszonynak a tamponjából operálta ki a vattát, amikor először olvasott erről valami fórumon, aztán meg fülpiszkáló, és aztán jött a gyógyszertári vatta. Elővettem múltkor a gyógyszertárit. És? Nem tudom, miért valamiért olyan volt, hogy na, nézzük már meg ezt a kurva gyógyszertár, itt van még egy fél köbméter. Már fogásra is olyan szar volt a után, mert én meg vagy üvegszál, vagy... Ez a préselt. Nem prés, az is van otthon, de az nem nagyon fogy, hanem... Kottonbékem. Cellukotton. Az van. Vattahurka, igen. Úgyhogy azután nekem borzasztó rossz volt, bár... Most láttam, hogy nem tudom mennyi, én nem követem mostanában a Watta frontot, de most már valamelyik Instagram oldalon szembe jött velem a Overkill, ez aztán annyira Watta, hogy ez már 1000%-os Watta, az meg bio és kurva anyja és fekete. Az, amit visszavontak piacról aztán. Amerikában vannak ilyen hülyék, hogy megveszik, mert az jobban kiadja a dohányos ízt, vagy valami hasonló. Szóval, ja, még ilyenek mennek, hogy a 40 millió 100%-os... Ebelén. Jóféle Ebelén. Ott főztem a kondérba. Mit? Hát kifőztem a vattát. Miért? Hát, hogy... Ez bio. Hogy összekoszolják. Hagyja meg. Semmi. Ja. Egyébként én ezt röhögtem, megint láttam valami videót, hogy pont a rip, vagy ki a tökön faszom, van egy komplett Muji lap. Alsót, felsőt kompletten, kuka, és ebből az ekkora Muji labból csinál egy, most
mondom a podcastben, hogy ekkora. Szóval így öncentiből így széthúzgálja apránként, de tudod, ez egy így 40 érintéssel széthúzza háromszor akkorára, majd abból, mint a szivart megsodorja kézben, sodorja. Gyorsított felvételben volt 30 másodperc, gondoltad, meddig marisgatta ott a kezével, majd ez belehúzza a tekerésbe, és hogy ez így milyen kurva jó a léfelelő képesség, és az volt a szemem előtt, hogy jó, bazd meg, de előtte 5 percig marisgattad a kezedben. Hát jó, oké, ha rendesen kezed most meg. Nem akkor tudom, tudod, mit érzel rajta? Akkor is új zsír, új zsíríze van akkor is. Igen. A kezet mosó, ha nem. Hát ez lényegesen javul a helyzet egy alapos kézmosás. Nyilván, természetesen, nagy cubákos hús megtalálod, aztán könnyékig zsírosan megteker. Egyszer csak nézd meg, hogy mikor azt gondolod, hogy tiszta kézzel, de ti is hallgatok, mikor tiszta kézzel, kezet mostam is izéhozé, és csak azt a részét tekered, pödörgeted, tudod, amit benyomsz a kukacba, és pödörsz rajta 3-4-et, már az állaga nem olyan, és már sötétebb. Hát az mi a faszom? Tudod, a levegőbű veszi ki az oxigén, meg a bőrödbű a zsírt. Tehát hiába mosol kezet, akkor is valamennyi marad a kezed. Tekerőkesztyű. Rés a piacon. Rés a piacon, de már múltkor beszéltünk róla, hogy a kesztyűnek meg a talkummal, ugye, ami van. Tehát ez tekerőkesztyű, tehát nincs benne. Leválnak belőle a latex molekulák. Hú, azt meg nem tütör. Tütör. Tütörlatex. Ha ezt Ildikó meg... Molekula biztos tütörlatex. Nem tudunk eleget a latex kezdünk. Úgyhogy a helyet, hogy 50-szer megsodorják, és hú, múltkor elemezte, nem is ő volt, hanem a Green, és most van valami saját fejlesztésű, közös tankja valakivel. Semmi truvány nincs benne, és van single, meg van dual coil, és mikor így behúzogatta kézzel, és levagdossa, és az egyikben, tudod, ezek az előre tekert fiolában vannak, faszom tudja milyen, ninja anyám tekerés, és hogy ez mennyire, ez olyan ízcsészer, bazd meg, hogy ez olyan íz, hogy mindig elgondolkozom, hogy én meg olyan unalmas tekeréseket használok. Vettem egy spulni Kleptont múltkor, hát egy éve. Szerintem azt háromszor csíptem belőle, mert az tényleg olyan volt, hogy nagyon minőségi kis fogom van évek óta, és éreztem, hogy azzal a kurva Kleptonnal is bazd meg szenved, és olyat pattan, hogy azt úgy vágom le, hogy kezemet oda teszem, így csípek egyet, így ellövi valahol a picsába, de hogyha valakinek a szeme lenne, ott biztos kivágná. Tehát annyit nem adott nekem, pedig próbáltam ezzel az Origennel is. Meleg, mint a picsa. Múltkor azt mondtam nektek, hogy láttam valami videó, a csávó, ugye, aki erről csinálnak videókat, nem is tudom, valami amerikai majmok, 4-en. És hogy twisted, paralel, anyag kínja. A videó egy ilyen 25 perc vágva, hogy csinál meg 15 centit, és utána úgy fűzi be a vattát, hogy tehát ahol belerakhatná 5-ször annyi vattát is, mert tehát meg sem mozdul, tehát kombinált fogóval húzod át a vattát, bazd meg, de olyan tartása van, és az aztán na mennyivel jobb, de hogy mikor belegondolsz, hogy az meg beleraktál 50 méter húzalt, 0-22 duálba, olyan íze van, beszarsz, csak akkor jön elő, hogy ezért, hogy nem 1,720 watton, hanem ez tök jó, kiadja már 60 watton. És mikor látod, hogy izzít, az elején oxidál, és akkor az meg így ráizzít, elenged, és akkor még vörös, még piros, még narancssárga, már nem narancssárga, de kurva meleg, és akkor mutatja a csaló is az egyik videóba, hogy az ujján bazd meg, a Kleptonnak látszanak a csíke, és így mutatja, hogy múltkor véletlen hozzáértem. És így frankon meg tudsz számolni, hogy hány tekerés, hány menettel. De az azért jó, Charlie, mert... Nekem is nyomod, volt már mikrokoil az ujjamon. Nyomod, elengedett, szívod. Tehát akkora hőtehetetlenség. Azt tudom, mire ne jó a sisak módodra. Az zsírsány. Megnyomod, elengeded, és szívod. Vettem egy eles kerámia kazánt. Ilyen cserélhető betétes kazánt, és kerámia és Klepton van rajta.
És az olyan, hogy megnyomom, 1, 2, 3, mert hamarabb szívom, tudom, semmi mire eleget, semmi nem jön belőle. Tehát brutális. Nagyon jó volt, hogy vittem vattát egyébként olaszba, mert második nap, fú, az meg jó mondom, még gőze van, de szar az íze. Megnézem. Tudod, mint amit Blacky szokott fölrakni, hogy a hülye angolok, milyen tekerés. Na, ez is majdnem olyan volt. Na mondom, én még raktam be egy kit, minimál konfigba mentem, vatta, mert az asszony úgy is hoz izét, körömollott meg az anyám kényet, nem mondom már. Leszedem róla a kokszot, meg kiveszem a vattát, és így kihúzom alatta, egy merő fekete volt a vatta, na mondom, ennél csak jobb lehet. Vatta be, újat befűz, akkor egy kis kézíze volt, még gyorsan átgőzöltem rajta 2-3 csöppet. Beleraktam, és új dimenziók nyíltak. És az olaszok néztek, hogy anyád, mi az a felhőbaszú. Zseniális volt egyébként, amikor láttam, hogy néha kifújom az ablakon, és menet közben, és csak azt láttam, hogy kiszállt a gőz, és mögöttem, aki volt autó, az még ahogy így belement a gőzbe, és itt még ketté dobtam. Az M3-ason jártam, úgyhogy néztem, hogy beálltak meg én. Mi a picsát ezért? És így elkezdek ilyenkor lassítani, hogy hátha. És ugyanúgy lassul, tehát olyan, mintha követne. És akkor néha kidobtam az ablakon a gőzt, egyszer csak oda jöttek mellém, azt így mutogattak rám, érted, életükben nem láttak még. Így jöttünk a kertek alatt fifikával pont, és ment előttünk egy autó, ami nem ti voltatok nyilvánvalóan, különben nem kellett volna több, mint 2 órát várnunk rátok. És valamit fröcskölte mostan... Mindig az jut eszembe, mikor mi Andorral vártunk rá 40 percet a szakadó esőben, mert pesti létére egy kerületben lakik a szecska, és nem tudja, hogy hol a hátsó bejárat a szecska. Na, Ed magyaráz nekem. Na, tudom, igen. Mi az a szecska. Na, Széchenyi fürdő. De mondom, nekem ez fejlődési rendellenesség, bármikor képes vagyok eltévedni, bármilyen távon a Városligetben. Na, ezért jó, hogy jön a Fidesz és lebetonozza az egészet. Olyan lesz, mint az Alföld, és ellátok meg. Azt csak mondom végig nektek, hogy azt az aszbesztes anyám kínját, azt ide hordták. Igen? Igen. Na, akkor neked is jut. Velünk szembe bontották, és idehozták. Hát ennyi. Mindenhol ott vagyunk, Charlie. Hogy, ugye, az, hogy ne bontsátok el, hogy a picsában nem lesz ennek nyoma. Hozzátok ide, fölépítem újra. Azt tényleg hozták ide. 40 kamion az úgy eltűnt valahol. Na, lényeg a lényeg, hogy Fifika tapintott rá a lényegre, én mondom, figyelj, nem a Charlie-ek, azok ilyen hatalmas nagy kötfelhő csapódott szét a vezető fülke körül, ha mondom, az a Charlie ott drippel. A Fifika, hogy hülye vagy, bakker, hát hogy hívják, az ablakmosó. Hogy ez ilyen baszom nagy ködöt csinált a vezető fülke körül. Most az ablakot, és így, és az a Charlie, nézze mekkora kell. Utána álltunk, így néztünk arra, és elcsatáltam a Krisztiánnak, hogy itt a mező végében egy ilyen UFO leszálló pálya tök jó lenne, meg csak oda nézünk, érted, és egy büdös nagy gőz. Azt hittem, hogy egy büdös nagy UFO. Vagy füst, vagy nem. Nem, de nem de tudjuk, hófehér hogy, volt. De hófehér, és így jön. Ilyen oszlopba így az fölfelé az erdőbe. Mondom, jönnek. Ezek most jönnek. Nem láttátok, mert ugye itt van a szemét égető nem messze, és akkor lehet, hogy a kéményét nem látod, csak a gőzét, mert hogy de az nagyon olyan nagy volt. Az olyan. Na, azt a dripper kazánt szeretnél. Na, fiúk. Rekesszük be, én közben megszültem a heti videót, meg kultúrát is, mert az is nagyon üresen tátongott. A videóban Lindsay Sterlingnek ma jelent meg az új videóklipje, amit a Disney felkérte, hogy a... Tűkön ülve vártam. Pete Sárkánya című filmhez készítsen filmzenét, annak az egyik betét dalnak a videóklipje jelent meg, illetve kultúrába egy kortárs kulturális jelenséget dobtam be, nem hittem el, amikor olvastam a 444-en, vádat emelnek a magát rettenthetetlen hadseregnek nevező putnoki maffia ellen. El Tibor 54 éves putnoki lakos és 13 társa olyan dolgokat csinált, mint modernkori rabszolgatartás, stb. Stb. Nem hittem el, hogy ilyen 2016-ban Magyarországon nem, megtörténhet. Múlt évben is volt erről szó, hogy valakinek sikerült megszökni, de valami, elvették a nyugdíját minden szívszalát. A család tagjai az elmúlt években szervezetten egymással együttműködve követték el ezeket, és a rabszolgatartás csak a jéghegy csúcsa, a kis felsorolt, nem akarom lelőni a poént belőle, érdemes. Érdekes megnézni. Egyébként a Ceglédi tanya világ is ilyen szempontból. Igen? Aha. Itt van egy pár, itt
Cegléd környékén jártam azokon az úttalan utakon. Elég érdekes. Jó, és itt van hozzá rendőrségi videó is. Az a kedvencem, a rendőrségi videóban az meg, ott hangsáv sosincs, mert valami kiderülne, bazd meg. Meg itt is a videónak a 40%-a finoman ki van blőrözve, tehát így faszom. Az zseniális volt egyébként, volt egy ilyen index címlap, hogy valami körözött bűnözőt keresnek, és addig nem volt kitakarva az arca. Majd megjelent egy cikk, hogy megtalálták a körözött bűnözőt, volt benne egy hivatkozás az előző cikkre, az új cikkben ki volt kockázva a szeme, a régi cikket megkattintottad, és ott volt. Hát zseniális, mondom. Akkor még más idők jártak. Na jó, akkor ezek legyenek abban, mi meg rekesszük be ezt a 23 óra 12-ig nyúlt ad hoc adás. 120. adás ráadásul. 120. Ez mi az Isten, Krisztián? Nem bírok átkapcsolni. Tessék, ezt javaslom. Asztalkomák, zsír. Jó, fiú. Ha már így összeülepettünk. Akkor ha már így összeülepettünk. Köszönöm azt a fél doboz borsodit, amit hagytatok nekem. Hát jöttél volna időben, hát lettél volna katona. Egyébként ugye arról beszéltünk, hogy fröccsözni fogunk, de mindegy, ezen már nem akadok fönn. Nem, mert Fifika mondta, hogy ő nem fogyaszt az autó miatt alkoholt, és azért gondoltam, nem akkor már tökem. Általában nem fogyasztom. Ezt meg se hallottam, az autó miatt nem fogyaszt alkoholt. Na jó, de ez ki a francot érdekel? Hát így hát volna akkor, akkor legyünk közös nevezőn. Hogy nem. Közös nevező lett volna a nem tudom, folyékony, vagy valami. Mondanám, hogy legközelebb majd fröccsözünk, de még egyszer nem etetsz be minket ilyen ügyességgel, hogy jöjjünk ide hozzátok időre. Azt minden kedves hallgatónak mondom, hogy nem én vagyok idióta, csak elég nehéz ideérni időre úgy. Ó, következő adásban mesélek, mert ugye mondtam, hogy beugrunk kezd helyre, mert ott zseniál a rántott sajt, meg izé menüdes. És a Festetics kastély. És ott, fú, bazd meg, olyan palota forradalmat csináltam, hogy oda megyek délután 3:30-ra, és akkor azt mondják, hogy rá, nem, 5. Rákészülnek a szakácsok az estére, és most csak a szűkített menüben volt nagyon jó hasáb ketchuppal. Meg ilyen, mit tudom is, ilyen kenegetős, hogy tepertőkrém. Hát mondom, elmentek ti a picsába. Hozzatok akkor egy hasábot. De nem mondhatom azt, hogy jó volt. Először azt hittem, hogy a libazsírban tocsogó krumpli ízét érzem, de nem. Ez olajban átitatódott, tocsogós krumpli volt, az meg ilyen gyári híkecsappal, és fizettem 2500 forintot, valami mást még evett az asszony. Úgyhogy... Zsír. Na mindegy. Gasztrobanditák. Szóval, tehát nehéz így megszervezni, hogy még egy határon átjönni, meg fú, az meg, hogy ezek mennyire nem tudnak közlekedni az olaszok, borzasztó. Úgyhogy csak a szenvedés volt. Na mindegy. Na, hát örültünk, hogy itt lehettünk. Most még kiszelőztetünk, mert hogyha asszony bejön ide az irodába és megérzi ezt a penetráns... Kavakőszagot. Kavakószagot, akkor engem többet az életben nem enged be. És hogy magyarázom meg neki, akkor most egy hétig cigarettát fogok szívni. Úgyhogy szellőztetés projekt. Fiúk, egy élmény volt. Most sokkal jobb volt, mint mikor nem látjuk egymást. Úgyhogy egy rendszert is csinálhatunk. Na. Egy élmény volt, sziasztok! Sziasztok! Köszi, sziasztok!